Na sziasztok srácok, újabb szombati nap van, igazából péntek, mert ugye tegnap vettük szombat fel a videót, van, azaz profizmus ma. Szombat van, profizmus van, szombat van. Szombat van, bocsánat, reggel 8 óra. Bocsánat, szombat van. Igen, igen, 8 órát. Vendégünk Kovács Zsolti! Szevasz Zsoltikám! Szevasztok, üdvözlök mindenkit, minden kedves nézőt és hallgatót. Hello. Igen, Zsolti még életben van, srácok. Tehát látjátok, hát ott van. Még. Amúgy pont azon gondolkoztam, tudod, most gyűjtögetem a izét, a De Agostin is Millennium Falcont, és valami 2 év mire megérkezik, úgyhogy azon agyaltam tenni, amikor pakoltam el, hogy remélem azért megélem, mire minden alkatrész megjön, és össze lehet rakni. Na majd erről is fogunk beszélni, egyébként jó, hogy felhoztad, mert mindenképpen szeretnék, mert ez is majd a része lesz a beszélgetésnek. Zsolti, ugye szerintem sokatoknak nem kell bemutatni, nyilvánvalóan, ahogy ő is fogalmazott már egy közös ismerősünk felé, a YouTube alapvető fenegyereke vagy alapköve, valami ilyesmit mondtál egyszer rólam, és ja, szerintem te is beletartozol ebbe. Igen. Hát azért, figyelj, hol találkoztunk először? Fú, emlékszel rá? Figyelj, sose felejtem el, Play-it volt, az a Play-it volt, ez zseniális, az a Play-it volt, ahol az volt az első alkalom szerintem, hogy kordonnal oldották meg azt, hogy dedikáló zóna van a videósoknak, és ott volt még a VR duo Győri is. Győri héten ott vagyunk Play-iten. Tényleg Győri Play-it, let's go. Szóval, hogy még mindig itt tartunk. Tehát, hogy első dedikáló zóna volt. Ez most is ez lehet. Jó, köszönöm, igen. Tehát dedikáló zóna volt, és akkor a végén ott voltak a VR-osok, és ott voltam én, meg mit tudom, még páran. Na. És a Zsolti konkrétan sorban állt képért. És akkor már akkor a videójátékos. Videójátékos. Logos. Videójátékos. Olyan pólóban volt, hogy videó. Az volt rajta, és emlékszel, meg, de megvan, tudod, jó, mert én még meg is kérdeztem azt, hogy ez a branded. Tényleg, most, hogy mond, igen, megkérdezted, hogy hall, és még ilyen lekezelően egy kicsit emlékszem, megmarad, bassz meg. Igen, hogy ez a branded, bassz meg. Mi ez a videójáték? Mi ez? Igen, most, hogy mondod, amúgy... Videójáték, tényleg, az volt videójáték. Most, hogy mondod... Az egy kellemes találkozás volt. Hallod? Mert ugye az ember agya, vagy az enyém az úgy működik, hogy ez ilyen negatívumabb élményeket úgy kezdi kikoptatni, és ha nem mondod, akkor eszembe se jut, hogy egy picit olyan lekezelően mondhatod, hogy mi ez, mi ez? Egyébként nem akartam, őszinte leszek, nem akartam negatív hangban feltűnni egyáltalán. Hát mennyire sőt, volt már eleget? Ugye, hát mennyi ember volt ott? Hát, megfulladtunk. Figyelj, annyira elegem amúgy tényleg nem volt, mert az még nekem is új volt, az, hogy tényleg van egy dead zóna. Tehát az nekem nagyon újdonság volt. De ez mikor volt? Ez melyik? 2014 szerintem. 14? Aha, valahogy úgy. Ja. Aha. 10 éve. Úgy valahogy. És 10 éve. Nem, én arra emlékszem, én úgy emlékszem vissza erre az egész találkozásra, hogy én azt láttam benned, meg amúgy nagyon kitűntél onnan, mert ugye egy magas csávú vagy. Voltak, meg akkor már gyerek átsorban, nem idősebbek, ja. Persze, te kitűntél, magasabb voltál, meglett férfi voltál, ugyanebben a pacekba a sapka, a szakál, és akkor a videójáték póló, és akkor beszélgettünk is egyébként. Tehát nem csak annyi volt, hogy mi a szar ez az rajta, tehát nem, még valaki azt hinne, hogy ilyen paraszt voltam, viszont látásra, de ti látjátok még mindig Zsoltit, mi nem látjuk már, de semmi probléma. És nem olyan biztos az, de látjátok, ha nem látjátok. Olyan biztos, igen, de majd ezt lehet, hogy most megvárjuk is, akkor majd... Onnan folytatom, mert most még éppen a baszakodás megy. Na most a jó! Hoppa, kis kontaktos! Nem szokott ilyet csinálni pedig. Na mindegy. Hát ha nem csinálj többet. Figyelj, mindegy is, persze. Tehát én arra emlékszem, hogy beszélgettünk is egyébként egy csomót, hogy ott már mondtad azt, hogy milyen terveid vannak. Világi terveim hogy, voltak. Tényleg, hogy videókat csinálsz, és fogsz is, meg minden. És én nekem az van bennem, hogy így úgy voltam, hogy wow, hogy ez így komoly. Csak tényleg a videójáték pólót azt nem tudtam volna tenni, azt hittem, az valami. Emlékszem, most már emlékszem. Na mindegy, nagyjából így volt. Zsolti, és onnan akkor, tehát itt volt az első találkozás, ez 2014, te úgy mondod, én meg nem mondom, szerintem mikor volt. Szerintem 14, vagy 15. Akkor te már videóztál. 15, legyen 15 amúgy, mert azt hiszem 12 belett, nem, 14 végén volt regisztrálva a fiók, a YouTube fiók. Aha. És ha már rajtam volt akkor a póló, akkor valószínűleg egy pár hónapja csinálhattam, úgyhogy lehet, hogy 15 az, inkább 15. Ja. Nekem is a 15, ami inkább... Szimacsarnokban volt, ami most már a bok, ugye? Vagy hogy van? Bok. Azt hiszem az volt, igen. Ez akkor még szima volt, igen. Igen. Ja.
Tehát, hogy akkor te már videóztál, te már nyomtad a gaming, akkor még gameplay tartalom volt, igen. És aztán utána, így nem is emlékszem, onnantól ez a hogy nézett ki, de úgy elkezdtél te is egy ilyen household name lenni így a YouTube, magyar YouTube-on, ja. Tehát így szépen így felküzdötted úgymond magad, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam, nem kell ölni. Felküzdötted magad a szintünkre. Így értett az Isti. Azon, a brendeddel. A videójáték brendeddel. Igen. Ezzel. Azon kacagtam, már bocsánat. Pontosan Eszter is rám szólt, hogy amúgy egy fasz vagyok, mert utoljára egy podcast vendége a Cringebait podcastemben voltam, és ott azért izé nem volt kép sem, meg semmi, elkezdtem iszogatni, megittam vagy 4-5-6 sört. Húha, az baj! És megerett a nyelvem, tudod, és nem nagyon hagytam szóhoz jutni senkit. Jó van. Igen. És ott panaszkodnak a komment szekcióban, hogy ki az a fasz, aki nem hagyja beszélni a műsorvezetőket. De hát igazából te vagy a vendég, maybe, nem tudom, miért olyan nagy gond, ha az beszél, aki a téma akar lenni. Na mindegy. És lehordtam de nyilván mindenkit. Nem szép dolog másoknak a szavába vágni. Szóval ott egy kicsit megszaladt, és akkor szólt Eszter, hogy azért, figyelj már, azért most nem kéne annyira, mondom, jó, igyekszem figyelni. Úgyhogy most is már az is szavába vágtam, sorry. Itt van igyekszem ilyen. Figyelni erre. Szóval azon kacagtam, hogy ugye beszéltük, hogy is fogalmaztál, Isti, hogy kik közé, milyen YouTube arcok közé kerültem be? Household name lettél igen. Magyar YouTube-on. És Eszter küldött egy Twitch klipet a két okos, vagy YouTube videót, nem is tudom, reagálnak, vagy reagál valamelyikük, nem tudom a nevüket, az Azariának az egyik új klipjére, és ott a háttérben, a falon, ott van Freddy D-ről egy kép a falon. És aha. A csávó meg összekevert vele. Mondta, hogy ez az a legenda, nem? A videójáték Zsolt. Az a legenda. Úristen, tényleg ez, úgy neveztem rajta. De még fiatalka ő, nem? A két okos srácok. 20 évesek, nem? Vagy Mami, még az alatt? Úgy fiatalok. Ja, hát én is fiatal vagyok, de nekem a Freddy D az... Ja, hát akkor azért. Az a videójáték Zsolt, nem az a legenda. Jó, nyilván jól esik az ember lelkének, hogy azt mondja, hogy legenda, videójáték akkor Zsolt. Akkor induljunk innen inkább. Érted. Tehát akkor legenda lettél 2015-6 környékén. Hát nem, tulajdonképpen most, ahogy a két okos ezt kimondta, az. Akkor lett. Akkor lettem legenda, very nice, igen. Majd az lesz mostantól a logó, a videójátékét, hogy legenda. Szerintem nagyon jól néz neki. De szerintem. Egyébként a videójáték logó, az a klasszik, az, amiről beszélünk, amikor 14-ben ott voltál a Playten, az amúgy, azt amúgy ihlette valamennyire a Garage Productionsnek a merch-e, mert nagyon hasonlított nekem rá. Most nem plágiummal akarnak megvádolni, csak egyáltalán megvan ennek, ez lehet, hogy nincs is meg, mert úgy szerintem nem vagy benne a magyar rendben. A is olyan azért volt, ami ilyen hát, Superman logós. Nem? Az, nem szuper, az még nem Superman logós, ott full fekete póló volt, és igen. Fehér írás volt csak rajta. És nem, valami ilyen háromszögszerű. Vagy ilyen háromszögszerű formában volt kiírva, vagy videójátékos, vagy videójáték. Nem, ha rákerestek, az egy Superman logóban van benne. Amúgy hasonló a garázsi is, az is egy picit olyan Superman logós, de igazából. Supermanes? Én nekem ez akkor így fel tudom. Se tűnt, ahogy így most, az Isti most mondja. Azt mondod, hogy nem Superman, így azért mondom, hogy nem az, de egyébként meg akkor lehet. Fogalmam sincs. Mert... Na mindegy, csak ez, akkor is ez jutott eszembe róla. Ott az volt a tervem egyébként, amikor megalkottam azt a logót, hogy azért legyen egy ilyen hős, szuperhős formában, hogy aki viseli a gyerekek, meg akik szeretnek játszani, idősebbek, azok úgy érezzék, hogy izé, most azzal, hogy rajtam van ez a felirat, azzal én is egy mindennapi hős vagyok, mert szeretek játszani, meg hogy jó vagyok a játékokban, stb. Mm-hmm. Ja, értem. Jó, és akkor tehát nagyjából a kezdetekről tudsz beszélni, hogy egyáltalán hogyan 6000-szer megkaptad már ezt a kérdést, szóval valószínűleg baromi unalmas, mindent tartom, hogy így van vele, de hogyan indult ez el neked? Tehát, hogy így előtte milyen munkád volt esetleg, vagy volt-e, és akkor hogyan meg alakult ez át volt ez neked teljes állásod. Igen, volt teljes állásom. De kezdjük azzal, hogy hogyan indult ez az egész. Úgy indult az egész sztori, hogy én a suli után, miután a középiskolát befejeztem, tanultam ezt-azt, azokban nem tudtam elhelyezkedni, végül
a Volánnál helyezkedtem el, meg vendéglátóztam így egybe, volt egy panziójuk, meg van is, és ott melóztam, és hát elég uncsi volt ez a meló, ez a mókus kerék, hogy meló, hazamész, pihensz, szórakozol, aztán másnap megint meló, vagy harmadnap, és akkor ment ez a kis kerék körbe-körbe. Én meg szerettem mindig hallatni a hangomat. Tehát nem voltam ez a csöndes gyerek soha. Szerettem csinálni mindig valamit, meg úgy a középpontban lenni. És amikor a suli meg a meló közötti időszakban elkezdtünk diszkózni, az úgy abba maradt. Ott próbáltam így a kreativitást, meg mindent kiélni. DJ-skedtünk, meg bulikat szerveztünk így Gyöngyösön. És kinyitott egy nagy diszkó, az így elszívta a vendégeket, úgyhogy nem nagyon volt már annak semmi értelme. És én egy ideig nem játszottam, mindig nagy gamer voltam, szerettem játszani gyerekkoromban. És hát amikor anyám, szegény anyukám egy időn nevelt minket, engem meg öcsémet, és nem nagyon volt mit a tejbe aprítani. Volt, hogy munkanélkül is volt szegény, meg ilyesmi. És egyszer részletfizetésre megvett nekünk egy számítógépet, meg kellett a sulihoz. Már ott tartott ugye az oktatás akkor is, hogy bizonyos feladatokat, ahhoz kellett a gép otthon. PowerPointot csinált, tanultuk, meg ilyen dolgokat. És anyukám megvette részletre a gépet, de azt a súlyos hibát követte el, amikor kérdezte az ember, hogy mire lesz a gép. Játékra, vagy munkára? Akkor anyám azt mondta, hogy tanulásra, munkára. Nem volt nagyon izmos, de lehetett vele játszani. És amikor már szegény nagyon elfáradt, akkor nem volt pénz bővíteni, meg fejleszteni rajta, és akkor nem tudtam játszani tovább. Nem volt rá pénz, meg idő sem. És akkor kimaradt egy ilyen 5-6 év játék az életemből, és amikor elkezdtem elózni, meg unatkozni már, akkor úgy fellángolt bennem újra, hogy na, hát most van melóm, van lóvém. Akkor emlékszem, a Telekomnál vettem részletre egy PlayStation 4-et, az első PS4-et, ami akkor megjelent, és azzal kezdtem a videókat gyártani. Esküszöm, ugye hiányzott a játék, és tök boldog voltam, hogy végre tudok újra játszani, és láttam akkoriban, hogy Magyarországon még egyáltalán nem ment a végigjátszás, vagy úgy ment, próbálkoztak egy-két fő maximum, de ilyen kaputelefon minőséggel, semmi nézhető nem volt rajtuk, nem akarok én degradálni senkit, előadásban lehet, hogy jók voltak, de hogy szar volt a képminőség, meg szar volt a hangminőség is. És a tengeren túlon a The Red Bread, úgy hívják az embert, ő még a mai napig kamera nélkül mindenféle face. Tudják, hogy néz ki, mert már töltött pagáról felképet, de csak kommentállal játszik, és akkor láttam, hogy mennek ezek a végigjátszások, nézik emberek ezeket, úristen, hát mi lenne, ha valami hasonlót csinálnék? És akkor így kezdtem el. A PlayStation 4-et capture-öltem a szegény géppel, ami már akkor gyenge volt, és az ment egy hónapig, két hónapig, és gyerekek, valami 10 000 feliratkozó összejött egy hónap alatt, vagy 4 hét, 5 hét alatt. Ja, az nagyon brutál volt. De annyira hiány volt ebből, akkor a magyar YouTube platformon, hogy rákaptak az emberek. Nem nagyon volt jó kép, meg hangminősége, semmi. Beruháztam ugye a Blue Yeti-re, erre a mikrofonálványra, érted? És ugye tehát, hogy ez milyen rohadt drága volt akkor, meg így össze kellett válogatni ezeket a cuccokat, hogy tudjál valamit csinálni. Ma meg ugye így árulják már az influencer merch boxokat, érted? Hogy itt van a mikrofon, itt van minden, azt csak vett meg egy, akkor még, hogy ez meg mi kéne nekem? Hát akkor kéne egy mikrofon. Most meg már, árulják az ilyen. Hát nem, én még apumnak az iPhone 4, tehát 4, nem 4-es, 4-ét kértem el, hogy milyen lehet a 720p kép, tudod, hogy így, én még egy 480p-s ilyen szar, ilyen Benku fényképezőgépekkel kísérletezgetem, és klattyogott, amikor csoda fókuszált, vagy nem tudom, és gondolom, úristen, milyen lehet a 720p, és elkértem, mondom, úristen, 720p, tudod, az is most már milyen gagyi amúgy, de hogy így, nagyon komoly világ volt. Mekkora lépés volt, arra is emlékszem. Ja, persze. Szóval így kezdtem el, és amikor elértük az 1000 feliratkozót, vagy a 10 000-et, úgy emlékszem a 10 000-et, akkor volt egy ilyen face reveal, akkor láttam, hogy anélkül ebből nem lesz semmi nagy, meg extra itt Magyarországon, hogyha nem adom az arcomat hozzá. Nem fogok rendezvényekre elmenni, hogy találkozzak az arcokkal. Nem fogok olyan ismert lenni, mint ti. Nyilván az embert azért megcsókolja olyankor az ismertségnek a szippantó ereje, hogy akkor most már akkor tök jó, ilyen is van, ilyet is lehet.
És akkor volt egy ilyen face reveal, és a webkamerát emlékszem, azzal a laptoppal kellett rögzítenem játék közben, amit öcsém szokott használni, vagy használt akkoriban. És szerencsétlen, amikor én gameplay videókat vettem fel, akkor nem tudott laptopozni sem. Mert a PlayStation 4-et capture-öltem a szar, hát nem volt szar, szerettük. A PC-vel a webkamerát, a C920-at meg capture-öltem a laptoppal. És akkor utána ezt vágtam össze. Emlékszem a green screennek egy pokrócot, egy zöld pokrócot használtam. Egy szekrény volt mögöttem, meg egy kanapé, és a kettő között egy, mi az? Az a spárgát, azt a vastagabb cuccot így kifeszítettem, és arra volt fölcsipeszelve, gyerekek. Nagyon kreatív tud akkor lenni az ember. Igen. Nekem is megvannak ezek. Igen. A lámpám meg ez az állólámpa volt. Tehát nem ilyen izilletes cuccok, érted? Volt egy Elgato, meg ilyesmi. Meg Elgato. Emlékszem, Avermedia volt akkor. Avermedia. Az volt a... Fú, basszus, igen. Ja. Mennyit színos az az Isti, te jó Isten. Jó, hát rengeteget tesz, persze. Hát de mivel de nem, minden ugye? Nem. Mivel nem, ugye? De és akkor várjál, és akkor hova datálod amúgy azt, hogy elkezdted mondjuk ezeket kitenni? Tehát az 13 körül? Az 14-nek a vége volt. 14 vége. 14 hát, vége. Gyakorlatilag akkor, amikor találkoztunk is kb. Abban az évben legalábbis. Hát 15-ben találkozhattunk szerintem már, akkor ment egy ideje. Igen. De 14 végén kezdtem a gameplay videókat feltenni. Aha, és akkor ezek így mentek, aztán gondolom így, ahogy ismertebb lettél, jöttek kapcsolatok is így úgy amúgy, és akkor arra nem emlékszem, melyik volt az első play-t, ahova már effektíve el voltál hívva. Szerintem utána egy-két évvel utána már ott is voltál te is. Az már a Hung Expo-ba volt, tehát addigra kinőtték a szimacsarnokot nagyon, mert a szimában már nem lehetett elférni. Emlékszem, az utolsón is alig kaptunk levegőt a szimacsarnokban, akkor még vendégként. Akkor öcsém is ott volt velem, emlékszem. Igen? De már oda szerveztem egy ilyen kisebb találkozót, csak úgy a saját berkeimnek. Tehát akik ugye engem néztek, ott meghirdettem, vagy elmondtam egy videóban, hogy ott leszek, gyertek. És emlékszem, csináltattam videójátékos gumiszalag, karszalagokat. 100 vagy 200 darabot, nem tudom hány ezer forinté akkor, és azokat osztogattam a srácoknak, akik felismertek, meg oda jöttek. Ja, az amúgy jó volt. És akkor, tehát az első meghívásos, emlékszem még közös cimboránk, vagy ismerősünk, barátunk, Gergely Viktor, Sirius Black volt igen. A szervező. De hát nem is a szervező, ő volt az, aki koordinálta a videós brigádot. Akkor még videósok voltunk, meg youtuberek, nem izék, influencerek. Igen, igen. Nem influk. Ja. Influkajak? Fú, attól a kifejezéstől ki vagyok. És Zsolti, mikor, mert ugye nem csak a, tehát igazából téged nem csak a game, illetve, hogy mondjam, javarészt szerintem a legtöbb ember, aki a mai napig is kíváncsi rád, azt hiszem a gamingre. Tehát én azt sokszor láttam ilyen kommentet, hogy ú, Zsolti, gyere már vissza, mert hogy már nincsenek végigjátszások, meg hogy mennyire szerettem a végigjátszások, tehát igazából ezt kötik össze, de úgy szerintem az igazán nagy durranásod az volt, amikor a Humboxing csatornát is megcsináltad, de nem tudom pontosan, hogy hogyan alakult ez ki, tehát neked van három csatornád, vagy volt, vagy most nem, ezzel is majd beszélünk, hogy most mi van. De milyen volt fura. Igen. Ugye volt a videójáték Zsolti, vagy videójátékos, nem tudom, hogy indult el. Akkor volt, van a Kovács Zsolti, ahova úgy veszem, vagy vettem vlogos ki mindig. Tartalmak. Így van, hogy az IRL vlog, főzés, stb. Igen. Bármi tartalmak mennek. És akkor mellette volt még a hub, vagy van még a Humboxing is, ahova meg unboxing, és azt hiszem az unboxing, unbox therapy? Therapy jellegű, így van. Stílus jellegre. Igen, indult el. És szerintem akkor lett igazán egy nagy áttörésed, amikor az Emeriket is elkezdted. Tehát azok tehát az, most nem tudom, te hogyan... mentek akkor. Mai napig nem fér a fejembe. Igen, az crazy volt, hogy te ezt hogy éled meg, hogy igazából melyik volt az igazi, úgymond, nem azt mondom, hogy fénypontod, de hogy csúcspontod, vagy áttörés. Most mit röhögsz, bazzeg? Azon nevetek, ahogy eszembe jutott, amikor valamit beszéltünk, nem tudom, hogy mit, Isti, és akkor mondtad, hogy valamit bevállalsz, hogy valami ilyesmi, nem tudom, hogy mit már így egymás között, de akkor ad nekem az Emerit. Vagy akkor azokat én csinálom ezen túl, azokat a videókat. Wow! Mondtál ilyet, ha? Az vicces. Igen, mostantól én csinálom. Engem amúgy nem irigykedéssel töltötte, de azért volt bennem egy egészséges irigyipus, hogy én erre nem gondoltam. Hogy mondom, hogy Patrikkal mondom, ott ülnénk, mondom, úristen, hogy az akkor mit menne? Tehát az engem megett a fene, hogy nem gondoltam rájuk. Hát akkoriban rájuk. Egyébként még ment ez a...
ment ez a kopira kiabáltak állandóan az emberek. Igen. Most igen. Már ez teljesen elveszett, tehát teljesen. Szerencsére semmi gond nincs ezzel egyébként, mert ilyen nincsen, tehát hogy olyan nincs, hogy az a tiéd. Főleg hát az, a... hogy leülsz egy asztal mögé és zabálsz, tehát hogy hagyjuk már, abszolút. Ebben nincsen. Hát jó, de és főleg a Freddy Dísz időszakban visszakötök, ja. Akkor volt igazán köpködés a kopira, mert konkrétan a Freddy Dísz volt, aki a gaming tartalmakat nyomta, és kész. És utána valaki elkezdte, mert nyilván milyen mintára csinálja, magyar mintára, a Freddy Dísz mintájára csinálni, hogy ő is akkor szarjátékok, meg minden. Például ugye Lucky, a kedvencem, hogy ugye ő volt régen a, úristen, mi volt a neve régen? Kod 2 Gamer 96, volt vagy Kod Gamer. Neve. Ez volt, figyelj, van egy ilyen, nem hogy ő, fel. A Lucky, esküszöm Patrik, Kod 2 vagy Kod Gamer 90, nem 96, mert akkor az nem lehet, de lehetett 96-os, na mindegy. Ez 96-os volt a neve, és 96-os szerintem. Akkor jól mondom. Micsoda, Kod 2 Gamer? Kod 2 Gamer 96, wow. És egy baromi fiatal a Lucky, de az ott ő, és akkor nyilván nyomta a rossz szarjáték videókat, és akkor volt egy külön csatorna, aki a Lomi 11, aki ezeket szedte össze, és fikázta rommát. Tehát az volt szerintem Magyarország az első rend csatorna. Percig megláttad? Nem tudtál erről, tesó? Nagyon kemény. De én nekem ez nagyon valahogy kemény. Ez megvan. Mármint, hogy mintha valahol láttam volna már őt. Igen, na akkoriban nagyon ment a kopira fújogás. Akkor ilyen. Az még 5 éve is ment. Most már úgy kiveszett, hála az égnek. Már teljesen kiveszett. Mert amúgy semmi értelme, tényleg. Tehát, hogy ennél értelmetlenebb. Emlékszem, azért kopisztak, olyan kommenteket kaptam, mert kipróbáltam egy új játékot. És hogy akkor gameplay tartalomkészítőként, vagy videókészítőként, miről csináljál akkor? Tehát, hogy nem a legújabb játékokról? És akkor kopizod az. Persze. Hát a Patrik most megvilágosult. Mit akartam mondani, hogy nekem is volt egyébként egyszer egy ilyen... Képet azért ide bedobok erről, csak hogy úgy... Talán be fogom rakni. Na nézd. Ne aggódj, ott van. Szóval, aszta. Hogy... nagyon kemény. Wow. Nagyon kemény, most szegény gyókirőgő most így. Amúgy feliratkozott valamikor, úgyhogy ne haragudj, de én nem tudom. Szerintem örültek, hogy ezt már mindenki elfelejtette, mi most ezt így behoztuk újra a képbe. Na nézd, szóval volt ilyen is. Mindenki volt gyerek. Viszont nekem is volt amúgy egy ilyen beefem veled, Zsolti, és nem tudom amúgy, hogy mi azt megbeszéltük-e vagy nem, de akkor nagyon fújtam rád, akkor nagyon ideges voltam. Ne basszál már. Amikor együttműködésedről volt szó, és a Suzuki Turbóra kampányt igen. Nyomtad. De szerintem azt mi meg is igen. Beszéltük utána, nem volt nagy beef, csak magamban volt ez egy ilyen hülyes értettség. Igen, mert most mert nem akkor... tudom pontosan, nem, hanem az volt, hogy akkor még nem volt DTK. Szögezzük le, tehát nem volt még Détót Kriszta, elviszlek magammal műsor. Nem, semmilyen másmilyen nem volt akkor még. Akkor még nem volt, talán a Carpool Karaoke az ment már külföldön. De én nem énekeltetnék, és nekem ez volt az álmom, hogy szerettem volna megcsinálni egy ilyet, hogy csak arra vártam, hogy összegyűjtsek pénzt arra, hogy legyen 3 akciókamerám, lehetőleg ugyanaz a márka, hogy így akkor ne legyen a színprofil össze-vissza cseszve, meg a képe, meg tehát rendben legyen az egész. És nekem ez volt az elképzelésem, hogy tök jó lesz, hogy én majd akkor elindulok, és akkor videósokat viszek jobbra-balra, beszélgetünk, intel, csak tök kurva jó lett volna. Lett is belőle egy-két rész egyébként, de nem nagyon lett nagy. Akkor már volt Détót Kriszta, és akkor már egy ilyen. Amúgy hát tényleg számít az egyik, hogyha van valaki, aki ezt csinálja magas szín, akkor már miért kezdenél bele egy ugyanabba, amit már valaki már jól csinál, érted? Még azt is, hogy mondjuk egy más szegmens lehetne. Na, és akkor nekem ez nincs meg. Volt ez, és szerintem mi ezt, én ezt mondtam is neked, és meg is beszéltük, mert utána volt az, hogy így ghostingoltalak a francba, tehát így írogattál, és leszartam teljesen. Mert nekem ez egy ilyen hülyes értettségem volt. De bocsánat, azért hozzátenem előtt, hogy nézők azt hiszik, hogy az Istél hiperérzékeny. Akkoriban... De akkoriban, Istél hiperérzékeny is. Igen, de akkoriban... mi is nagyon... A közös videóinkból is voltak olyanok, amikor kitaláltunk valamit, és utána nagyot ment, és máshol is láttuk, és tudod, akkor még nem az volt, hogy jó, hát persze, biztos, hogy külföldön is megy, és akkor nem, hanem akkor úgy kisebb közösség voltunk, és úgy nem éreztük úgy, hogy ez így jogos. Hogy... Én sosem éreztem ezt egyébként. Én úgy voltam vele, hogyha valami nagyot ment, és valaki megcsinálta utána, akkor az engem büszkeséggel töltött el, hogy na, látod? Tehát, hogy attól, aki megcsinálta jól, azt lemásolni nem olyan gáz. Hát tehát, hogy engem azt megpróbálni. Nem tölt el büszkeséggel, a mai napig nem tölt el. Látnék egy ugyanilyen videót.
valaki azt látja, hogy ez jó, akkor megpróbálja is, csinálja csak. Na, de egyébként akarok reflektálni erre is, amit mondtál. Jó. Nekem nincs meg, tehát hogy nem emlékszem erre. Jó, basszus, én, nekem rémlik. Nekem... Nyilván ezekre emlékszem, mivel egyszer még az elején vendég is voltam egy ilyen műsorban, amit te csináltál a YouTube. Tehát én voltam az egyik srác, akit vittél körbe. Nem emlékszel, Pesten? Na. Várjál, I check this out. Én voltam akkor az egyik. Akkor még azt, akkor sőt, még ezt úgy neveztem, hogy Isti the Drive talán az voltak, azok voltak. De szerintem én voltam az első, vagy a második, nem tudom. Lehet, hogy csak szerettél volna, Zsolti. És ezért nem, csináltál fixen. Egy sajátot. Mert én a papírra emlékszem. A papírra emlékszek, hogy őt vittem. Vettél. Az arénába vettél föl. Lehet utána lepriváltolta, ez... hogy kijött neked a Suzuki-s videó. Biztos nem. Ilyeneket nem csináltam sosem, mert hát mégiscsak megtekintés vesztést. Hadd csúrjön cseppenjen onnan az én. Nincs meg? Megkeressem? Nincs meg. Figyelj, keresd. Kíváncsi vagyok, biztos, nem találom. Biztos, ott voltam. De... Mi volt annak a neve? The Drive. Én így neveztem, de most nem találok egy darab The Drive videót se egyébként. The Drive. Egy darabot nem találok. A paplovagosat se találom, egészen konkrétan. Én nem tudom, ezek fuvar, hova tűntek. Így volt, ez volt a neve, basz, közé nem találod. Így írd be. Új sorozat, én voltam az első. Új sorozat, a fuvar, X videójáték Zsolti. Igen. Így keres rá, basz meg. Jézus Mária! Hú, de rotyogott az Opel még. Hú, de szerettem hát milyen, azt az autót. Milyen nagy darab vagyok még, te szent Isten! Jézus Mária! Én voltam az első. Nem látom meg, ha semmi sem emlékszik. Az elsőre nem emlékszem, basz meg. Nem, egyáltalán nem emlékeztem, de tényleg. Na mindegy, akkor lett. Hú, az a pulcsid az Zoralisra. Hú, az milyen... Hú, az már rég szét volt kopva az egész. Az Edhardi után szabadon egy ilyen. Emlékszem, én akkor mentem a... partner cégemhez még, ja. De igen, vékony először, voltál, egy Zsolti. És oda vittél el. Az Istenit neked? Mínusz 20 kiló, ja. Isti, ja, meg ja. Van az Istis póló, ami előszeretettel beizzadt alatta, mert ez egy ilyen kis nejlon anyagú. Mert rohadt nagy volt a minta. Igen, rá volt vasalva, és az telibe, hogy szépen beizzadt mögötte. Jó van. Hát, ja, ez totál kiesett nekem. Na mindegy, meg ugye, mindegy, szóval valamiért volt egy ilyen hülyes értettség bennem. És emlékszem, hogy akkor volt a Chio, vagy a Lace-nek egy ilyen gaming háza. Igen. Ahova mindannyian, újra. Uh-huh. Ott is találkoztunk, és akkor már úgy jöttél be, és akkor tudtam meg, hogy te csinálod ezt. Igen, hogy már a Szuszkával jöttem. Igen, hogy így bejöttél, és akkor így jött, aki talán pont a Viktort vihetted, vagy nem tudom, ebbe a videóba. Aha. És akkor így, hogy bejöttél, hogy hát most csinálom ezt a videót, hogy izé, deal, jó pénz, és mondom, az akkor volt az, hogy de jó, örülök neki, mindegy. És aztán utána vezettem is amúgy a Suzuki-t, és ez már után volt a Suzuki-val. És emlékszel, hogy tiltó listára kerültem a Suzuki-nál? Valami hogy, volt, aha. Hogy volt az, bele volt írva a szerződésbe. Dolgozni. Így van, bele volt írva a szerződésbe. Hogy jó, ez a koncepció, azt tetszik, nekünk Zsolti, de az Istit nem hoz, nem viheted. Ja, tényleg, mert hogy valami autót lefikáztál. Nagyon, az Ignis-t, így van. Az Ignis-t fikázta le. Ja. Baszd meg. Amúgy nem fikáztam le, csak elmondtam az egyértelmű szarságait, amik amúgy szembetűnőek voltak, és teljesen felkúrt. Az voltunk egy ilyen, az új, akkor még új Ignis ilyen sajtórendezvényén, és akkor beültünk 40 percen keresztül az összes magyar újságíró között. Elmondták, hogy hú, hát ez így szuper, úgy csúcs, szuper, minden, ez értem, a marketing duma. És én sem tudom, mi a szart kerestünk, hogy csak beültünk, és a közép konzol, ahol berakod a telefon, meg a tudszokat, az egy alapból gyárlag így mozgott balra-jobbra. És mindenki, akivel ott beszéltem, mindenki fikázta, mint a szar. És még oda is jött egy csávos, nem nevezem meg, de oda is jött, hogy hú, bazd meg, ebből írjál jót, ugye? És így mondom, tudod, na, de akkor még naív voltam, nem tudtam, ez hogy működik. Na, mindegy is, úgyhogy... folytatom na, ezt a reflektálást. Jó, persze, elmentünk. Azt a részt akarom befejezni, hogy ugye az egyik első alkalommal én voltam, akit fuvaroztál, és arra igen. Kifejezetten emlékszem, hogy igen, ezzel el akartál kezdeni foglalkozni, és hogy ez abban maradt. Tehát, hogy nem csináltad tovább, nem tudom, hogy miért, lehet, hogy azért, mert nem voltak, akik bevállalták, vagy nem voltak... Nem volt cash. Nem volt cash annyi még akkor, hogy tehát a egyetlen egy GoPro-m volt. Igen, nálam is elkezdett kicsit darabos lenni, de az enyém is úgy, hogy... Maradj egy helyben, és akkor csak a szád mozogja, és akkor nem látszik.
Igen, az úgy volt. Szóval, hogy nem volt cash, az első GoPro-t is én úgy tudtam összetaknyolni, egy ilyen nyereményjátékon nyerettették meg velem mások. Nagyon konkrétan. Más világ volt az. Fú, na teljesen más. Fú, de úgy utólag mennyire nem volt etikus az egész, igaz? Úgy. Én is nyertem egyébként ilyen kamerát, úgyhogy... Igen? Hát akkoriban tényleg, az volt a lehetőséget, tényleg. Hogy legyen kamerád, mert ja. Ilyen 10-20 ezer forint jött, pedig voltak megtekintéseink, de akkor nem volt pénz, meg nem voltak olyan sok hirdető a YouTube-on. Igen, rá volt, gyakorlatilag rá voltak kényszerítve, hogy ilyenekbe is bevállald, és így voltak akkor is már húrogók, meg károgók. Bocsánat, csak közben megoldom. Mentünk tovább. Jó van, persze. Nem tudom, miért darabos a kép nagyon. Ó, szakúrra! Crazy! Jó, most nem darabos, azt hiszem. Oké. Okay. Ja, most nem darabos. Szóval, emlékszem, hogy abba maradt, ez amit csináltál, és azért, ha belegondolsz, az első ilyen fuvar videó között, meg a között, hogy a Csiónak volt ez a dílje, meg az a gaming ház, vagy micsoda, elteltek évek, kapitány. Tehát akkor már bőven ment a DTK-s sztori, szerintem. Tehát már akkor a Kriszta vitte körbe a celebeket. És nekem az annyira kimaradt, hogy te ezen bármennyire is megsértődtél, pont emiatt, mert én szerintem eszembe se volt, hogy neked ez rosszul fog esni. Főleg amiatt, mert hogy már nem csináltad egyáltalán ezt a fuvar dolgot. Nekem meg azt hiszem, amikor lebeszéltem a marketingesekkel ezt a Suzuki-s dílt, akkor részükről is emlékszem, valami hasonló koncepció volt az, amit meg akartak csinálni, hogy az autóval egy ilyen, tehát ne az legyen, hogy egy megjelenés, hanem hogy több, és hogy egy ilyen beszélgetős dolgot próbáljunk megcsinálni, és akkor úgy jött ez a sztori, hogy akkor ja, jó, figyelj, szerintem az menni fog. És akkor már ezt szerintem nekem eszembe se volt, hogy téged ez rosszul fog érinteni, pont amiatt, mert már akkor évek óta nem foglalkoztál ezzel a jellegű tartalommal. Hát de figyelj Zsolti, a fuvar, amiben te vagy, az 2016. november 10. A gamerház az meg 17. szeptember. Tehát igazából fél évről beszélünk körülbelül. Na jó, nem, picit nem, több, hogy legyen egy, majdnem egy év. Majdnem egy év. 10 hónap. Ez egy kis kapcsolatterápiában megy át lassan, én úgy érzem magam, mit hogy... Nem, csak ezeket én nem azt, hogy konfrontálódok, de én úgy, de mondom, én meg vagyok győződve, én már nem vagyok ezzel sértett, ne érts félre. De majdnem már nem mondja egyébként, hallod. Minden nap elmondja. De én emlékszem azt, hogy mi ezt amúgy meg tényleg megbeszéltük. Lehet, beszéltünk hogy te nem emlékszel. Igen, mert amikor mondom, utána volt egy év legalább, amíg teljesen leszartalak. Nem emlékszem rá, szépíteni, hogy a gamerházban rommá vertél valamilyen játékban. Lehet, hogy az a haragból volt. Biztos. Nem. De talán a te videódba ment bele, vagy a Viktoréba, most nem tudom, de ott a Viktor is ott volt. És nem is tudom, mit játszottunk, valami FIFát. Fieghokit. Ja, NHL-t, tényleg. Milyen gamerházról beszéltek amúgy? Hát volt, még te Csíl, is ott voltál. Te is baszki. Ez nem Play It House volt? Volt egy e-sport. Nem, az más volt. Volt egy Csio gamer. Csio volt az, baszki? Igen, Csio. Csio gamerház. Lace. Bocsánat, teljesen mindegy, nem amúgy. Lace gamerház. Valamelyik. Totál mindegy. Valamelyik. Mit akartam mondani? Hogy e-sportolók voltak ott bent tulajdonképpen egész nap, és edzettek. Igen. És akkor meg voltak hívva még influencerek is, hogy mutogassuk meg. És akkor volt ilyen babzsák, meg ilyen tök fullos, olyan volt, hogy ilyen startup volt. Cég az egész belőről, ilyen nagyon patent volt. És te is el voltál hívva, Patrik, és akkor ott igazából az volt a díj, hogy menjünk emlékszem, el, videózunk és egyet. És ez valahol a belvárosban volt. Patrik, yeah. Így van. Paplovag, Otto, te, Isti. Sirius. Viktor, igen. Akkor a Good Life Kristóf. Nem volt? Good Life Marci, is nem volt ott. Nem volt ott. Most már megvan. Valahogy hogy így ennyi. Igen, és akkor leültünk játszani egy NHL-t, és akkor ott igazából csak azt kapott el, hogy nekem nagyon ritkán van olyan, mivel nem vagyok egy komoly videójáték player, vagy nem vagyok komoly player, hogy ott végre valamiben jó vagyok. És ott viszont akkor, ott tényleg ami a kők, ez a valami 11 nullra vagy kettőre, így izé. És közben... Kiadta magára ezt a fuvaros témát. A rommá lettem verve. Nem, amúgy az nem volt összeköthető vele egyébként, mert nekem mondom, akkor volt ott, akkor lett ott nyilvánvaló.
amikor ott utána beültünk a kocsiba, és akkor nekem mondtad, mert én vezettem azt a Suzuki-t, és amúgy az tényleg jó volt, tehát ez az emlékszem, hogy ki voltam ott a turbós, akkor tapasztaltam meg, milyen az 1.4 turbó. Hát meg azok meg nem ezek a hibrid szarok voltak, hanem szívó, fasz a motorok, és akkor azok mentek. És az a turbósítva, és az már nem? Turbós volt, igen, még mondtad is, és az ott az első olyan... 1.4-es turbós motor. 1.4 turbó, ja. De miért van, a Suzuki-ban ez a hibrid, ez nem jó, ez a lágy hibrid? Nem tudom, hát ezek már annyira nem tudom. Tehát biztos látjátok az autópiacon azt, hogy az emberek leginkább ezeket a régi szívó benzinmotorokat keresik. Nem véletlenül, mert megbízhatóak, kimennek a világból. Uh-huh. Ezeket az új technológiákat nem feltétlen akarják hosszú távra az emberek, én azt látom. Na de, amit még akarok mondani, hogy azért sem volt szerintem bennem ez a dolog, mert nekem ez nem úgy indult akkor sem, hogy ebből ugye sorozat lesz. Hanem ez volt egy együttműködés, volt egy deal, és akkor lemegy ez a pár rész, aztán hello, szia. Most mondtad ki a lényeget tulajdonképpen, mert akkor nekem csak azt mondtad, hogy elindítod ezt a dolgot. Hogy így videósokat viszel. Dehogy, ilyet mondtam. Igen, és azt akkor nem mondtad, hogy amúgy ez csak egy úgymond egy deal, amiben 3-4 videó lesz, és kész. Nem azt mondtad, hogy akkor fő profil, bam, kész, vége, tudod? Ne. És akkor mondtam azt, hogy ja, igen, jó, hát akkor hagyjuk egymást hát örökre. Ez nagyon jó, passzus. Mindegy, ezek érdekesek amúgy. Patriknak rengeteget szapultalak, annól emlékszem, tehát baromi sokkal, tényleg nagyon kivoltam, de mondom, ezen én már tényleg rég túl vagyok, és meg is beszéltük. Tehát amikor meg már, és ugye a... Bocsánat, hogy személyes kötődéseket hozok be ide nagyon, de basszus, ez egy beszélgetés podcast. Ezért akartál meghívni annyira podcastbe, igen, látom. Ezt. Nem, ezt és amikor... Nem, és ezt két akartam... órán keresztül erről fogunk beszélni. Nem, és ezt akartam mondani, amikor meg már elkezdtünk, mert amúgy nekünk van egy csomó közös videónk a Zsoltival, ja. Nem csak ez a The Drive, de hogyha meg, tehát most nem nézem meg, de... Még mindig fuvar. Biztos, hogy nem. Igen, akkor fuvar, tehát hogy de béna név amúgy, na mindegy, szóval, hogy a fuvar lement, és utána volt egy kihagyás, és aztán elkezdtünk jobban kollaborálni. Először is elkezdődött szerintem a Hide and Shriek gameplay videókkal. Igen. És akkor már megbeszéltük ezeket a dolgokat, én úgy emlékszem. Vagy lehet, hogy én felejtettem már a dolgot, és akkor már lágyabb volt. És akkor volt a Hide and Shriek, az amúgy tökön nagyon jót ment. Az nagyon jót ment, pedig igen, amúgy igen. Egy ilyen fajék egyszerű game volt, de az kurva több jó volt. Több részt megélt, emlékszem. Kettő vagy három. Az több részt megélt, azt néha visszanézem, néha röhögök rajta mai napig amúgy. Aztán utána voltak már IRL közös tartalmaink is, volt az, hogy én mentem le hozzád először a Wethead Game-mel. Wethead Game-mel, igen. Az ott az első vlog videó a Kovács Zsolti csatornán. Aha. Wow. Aztán szétbaszhattuk magunkat a elektromos nyakörvel, az az én ötletem volt. Az már jóval utána volt. Az már jóval utána tehát volt. Tehát a Wethead és a... Akkor én aztán vettem fel egy vlogot, amikor felmentem. Igen. Igen, akkor volt az, hogy én vlogoltam, igen, azt és elmentünk pizzázni, meg ide-oda, amoda, azt tök igen. Jó volt. És aztán közben még elkezdtél már emerizni, és akkor azával is lementünk egyszer hozzád. Igen. És utána volt szerintem a parapong meg a nyakörv. Ja. Azt a mai napig megkapom, hallod. Mostanában, amikor bejönnek, ott voltál a boltban, ahol dolgozom, sokkal ne elé hozzák az elektromos nyakör. Megvan az elektromos nyakör, ott van valahol egyébként. Úgyhogy... Nagyon jó. Akkor mehet a második részén, azt gondolom. De tehát volt egy elektromos nyakörvös kívás, nyilvánvalóan ez egy kutyára való elektromos nyakörv sztori. És nyilván a kutyádosra raknád, de igen. Így van, miután felvettük a videót, utána olvastam el, hogy amúgy egyébként masszív vérrökölsödést tud ez okozni. Tehát, hogy így rohadt jót mentünk, tehát, hogy így nagyon utána... Nem is teszeltél rá utána, hogy így... Nem, de ahogy ezt elolvastam, hogy okoz, már a szón ott voltam, és még a ni rag már nem volt meg, akkor már elkezdtem, hogy mint a szédülnék, tudod, hogy valahol elzárja, valami zárja valahol a véráramot. Jaj, Istenem. Nem tudok nyelni. És akkor na, ilyenkor, mindegy. Amikor mondjuk az elektromos nyakörves videót készítettétek meg a többit, olyankor már te neked már főállásod volt maga a videózás? Igen. Azt hiszem a meló mellett csináltam, vagy két évig még, azt hiszem. Ha valahogy így, 17-ben lettem vállalkozó, és akkor onnantól volt főállás. És az meddig tartott? Hát, ameddig ki nem húzták alólunk a katát. Ja. Addig. Mm-hmm. És akkor te ezeket hogy volt, hogy a partnercéghez kerültél egyből, te is? Hát nem egyből, egy kicsivel utána. Aha.
Tehát akkor gyakorlatilag az AdSense meg ezeket, azt mind hát magadnak amikor... állítottad be. Igen, csak amikor bebaszott ez az AdSense para, hogy gyerek, hogy volt valamilyen videók előtt, amik gyerekeknek készültek, olyan reklámok mentek, vagy olyan videókban mentek reklámok, amik pedofil tartalmak voltak, vagy valami hasonló a igen, YouTube-ban. Igen, és a Pepsi egyből kiugrott belőle, meg egy csomóan. Aha. És akkor a monetizációs pénz, ugye hát az a monetizációs pénz, aki nem tudná, hogy a reklámok, amik a videókban megjelennek, nem azok, amiket bárki szponzorál, hanem amiket láttok YouTube videó közben, előtt, után, azokból csúrán cseppen ugye azoknak, akik feltöltik a videókat. És emlékszem, a bevétel az így az egy tizedére esett vissza. Tehát, hogy így elképesztő szinten. Amikor, mit tudom én, jött egy hónapban valami 150-200 ezer forint, abból lett 30, vagy valami ilyesmi. És akkor emlékszem, én előtte valahogy mondtam fel a melóban, hogy ja, hát ez tök jó lesz, én ebből elleszek. És akkor rá egy-két hónapra meg így visszaesett a lóvé, iszonyat szinten. És emlékszem egyébként, ez volt a gyújtózsinór, így globális szinten, hogy beindultak a partnercégek, beindult az influencer marketing, hogy folytathassák ezek az emberek a videózást, meg a tartalomgyártást, úgy, hogy azzal meg is tudnak élni. És ekkor kezdtek el a cégek érdeklődni, mert a marketingesek elkezdték kiajánlni őket, mint felület, mint hirdető felület. Ez volt ez a történés. Ha akkor egyébként szerintem nem esik be ennyire a globális szinten a monetizációs pénz, akkor az biztos, hogy csúszott volna ez a hatalmas influencer marketing sztori. Uh-huh. Ja. És akkor, amikor most itt lett a katás téma, ez mikor volt? Tavaly előtt? Tavaly szeptember. Augusztus. Nem, tavaly szeptember. Nem, 22 tavaly volt? Augusztus. 22, ja. Ja, bazd, tényleg, 22, úristen. És akkor addig te videóztál, tehát... Hát annyira aktív már akkor sem voltam. Két éve volt nagyjából utoljára videó, de egy-két éve, nem? Ahogy néztem. Már most is van egy-kettő a unboxingon, tehát arra... termékekről, meg ilyesmikről, hogyha van esetleg lehetőség bármit kipróbálni, vagy videót forgatni róla, és olyan, akkor azokkal szoktam foglalkozni. A vlogos tartalmak azok valóban, a főzős kis videók, amik voltak, azok is megszakadtak egy kicsikét, sőt, nagyon. És hát feltörték a csatornámat, a gameplay csatornát, az alaszt történt. Na, de az hogy történt? Arra nagyon kíváncsi vagyok, az hogy történt? Hát nem voltam túl jó állapotban akkor egyébként sem, lelkileg. Volt egy komolyabb válság, ez akkor volt 22, aha, ja, 22 ősze, ha jól emlékszem, vagy valahogy így, igen. És akkor ülök a gépnél, emlékszem, és átjön Eszter, hogy megy valami stream a gameplay csatornán. Mi? Amit nem akarsz hallani, basszony. A rémálom. Mondom, micsoda? Ja, igen, igen. Nézem, és akkor a GameT csatorna neve már valami fogalmam is mi volt, tehát nem a videójáték, meg nem a videójáték. Kriptó valami. Nem, valami. Egyébként a neve az nem tudom, hogy kriptó volt, de azt tudom, igen, hogy egy kriptosztoris livestream ment rajta. A fejléc is más volt, minden más volt. És azt így megláttam, úristen, mi történik? Akkor gyorsan ugye jelszómódosítás, a streamnek a leállítása, akkor el volt tűnve minden videó. Mondom, oh boy, mondom, hát már csak ez kellett, egy habatortán. Eleve romokban volt az életem, tudod? És akkor így mondom, very nice. Hát ha egyébként ugye ez egy ókori közmondás, tehát a csőstől jön a baj, tehát ez általában úgy szokott lenni. Ha már tornyosulnak a fejed fölött a felhők, akkor általában várhatod, hogy még szarabb lesz. De egyszer kisüt a nap, ezt mindenkinek szeretném elmondani. Ne legyen ez egy ilyen depis. Most jött a nap. Igen, ne legyen ez egy ilyen depis sztori, mert nem az. Mindig minden rajtatok múlik, srácok. Gyerekek, fiúk, lányok, kicsik, nagyok. Tehát, hogy hát mondjak ez én is valamit. Hogyha elkezd jönni a baj, akkor gyorsan meg kell egyet-egyet oldani, és akkor lesz az, hogy összegyűlik sok. Ennyi. Mm. Határozottan újraindítom a kamerát. Megint izé van. Bocs, hogy ilyen szopós lesz a vágás, de... Nem baj. Sajnos. Megint 800 ezer szín. Nem darabos. Jó lesz. Szóval... De, és ja, valami,
valami rémlik egyébként, hogy te kattintottál valamilyen linkre és előtte? Nem. Vagy nem. Mi csak úgy a semmiből? Elmesélem, hogy mire gyanakszom. Talán egy programra, amit FPS számláláshoz használnak meg ilyesmihez, tehát ilyen statisztikákhoz, és akkor talán az volt az, amiben volt valamilyen kém dolog, amivel hozzáfértek a képekhez. Hűha. Vagy van még egy másik tippem, de arról annyira nem akarok. Aha, jó. Beszélni. Még van egy másik tippem, hogy vajon hogy történt ez a feltörés. Lehet az Isti volt, de nem. A Suzuki-s videók vége. Igen. Igen, akkor berejtettem ott a Suzuki-ba egy bizonyos pendrive-ot, ami így fejtette ki a hatását egy hosszú távon. Igen, biztos erre nem volt szó. Semmilyen előjele sajnos, tehát jött de egy... mellette neked amúgy úgy tudom a Messenger-edet is feltörték, vagy a Facebookodat? Így van, is ezzel valami... együtt a Facebookot, ja, ezt azóta sem sikerült visszaszerezni, mert az egy régi e-mail címhez volt kapcsolva, tehát egy 15 nem tudom hány éves e-mail címhez, amihez még egy régi telefonszám volt regisztrálva az e-mail címhez, két lépcsős azonosításhoz. Mm. És ahogy jöttek ugye ezek a levelek, amiket meg lehetett volna nézni, és kattintani a linkre, hogy akkor nem te vagy, aki jelszót módosít, nem te vagy, aki e-mail címet módosít telefonszámot, akkor ezzel nem fértem hozzá. És emlékszem rá két hétre, vagy hogy bementem a szolgáltatóhoz, hogy na, ezt a számot, amit kikapcsoltatok még nem tudom mikor, ezt kiadtátok azóta? Vissza lehet kapcsolni? És visszakapcsoltattam azt a számot. Azóta is az van, tehát ez volt az első számom egyébként valaha, amit még édesanyám vett nekem, vagyis előfizetett. 14 voltam, vagy 13, valahogy így. És mondom, akkor maradjon ez. Az újat azt megszüntettem, és hiába fértem már hozzá ugye az e-mailekhez utána, azok a levelek, amiket küldött az automata rendszer a Facebooktól, azokban a linkek már lejártak. Mm. Expired linkek voltak. Tehát buktam úgy, ahogy van a Facebookomat. Tehát ahhoz a rajongói oldalt, amit csináltam. Volt meg. Az üzleti kapcsolataimat, mert azért Facebookon ti is tudjátok, hogy szerintem a mai napig, vagy nem tudom, hogy vagytok-e kapcsolatban üzleti szempontból valakivel, én voltam, akik marketingesekkel, ott tartottam a kapcsolatot 1-2-3-mal, 4-jel, és nem e-mailen, meg nem telefonon. Úgyhogy tehát ez van, kész. Nem sikerült sajnos azóta se visszaszerezni. A Facebook az egy elérhetetlen de dolog. De csatornát nem nagyon lehet velük kapcsolatba lépni. De a csatorna az megvan. Az megvan. A csatorna megvan, minden videó megvan. Szeretnék mindenkit megnyugtatni. Most már, mert most lehet, hogy egyébként tényleg felélegeznek sokan. El tudom képzelni, mert tényleg a mai napig jönnek ezek a kérdések Instagramon, mindenhol. De Istennek már beszéltem róla, amikor most találkoztunk személyesen, hogy vannak terveim. Nyugodjon meg mindenki, vannak terveim a csatornában. Ezekről hallhatunk párat? Nem. Jó. Ha egy kicsit érünk még vissza oda, mert akkor ez úgy volt. Tehát a videójáték Zsolti csatornáról beszélünk. Van szó. Igen. Amikor meg ez megtörtént, akkor azt vissza tudtad szerezni, igen, és a videókat törölték, vagy privátra tették? Én úgy emlékszem, hogy eltűnt minden. Igen, és akkor írtál, és akkor azt vissza tudják ilyenkor állítani. És akkor utána pár napra, meg azt hiszem megjelentek újra. Én felvettem a kapcsolatot a partnerrel, ha jól emlékszem, és addigra már igen. Mert ugye, igen, valahogy így volt, hogy eltűnt minden, bepánikoltam, hogy akkor mi a sztori, mi a szitu, és talán rá 24 vagy 48 órára jelentek meg újra a videók a csatornán, de privátban minden. Valahogy így volt. Fú, na mindegy, van. Szóval ez a sztori, tehát hogy minden ott van, 1000 plusz videó, tehát hogy valami 1500, csak privátban fogalmam sincs. Így van, és azokat hát nyilvánosra kéne tenni egyenként, vagy esetleg így összehúzva, meg mindent csinálni vele. Na mindegy, a lényeg, hogy utána konstatáltam ugye a helyzetet, hogy mi a sztori. Semmi lelki erőm nem volt ezzel foglalkozni, hogy akkor most a csatornát... Eleve nem foglalkoztam már magával a gameplay-jel. Évek óta úgy rendszeresen a YouTube-on streamelgettem a Twitch-re, ott ki is alakult egy frankó kis közösség. Azt szerettem csinálgatni, és akkor, amikor így tényleg feltörték a csatornát, eltűnt minden, aztán így privátban visszakerült minden, nem volt rá lelki erőm. Eleve nem is nagyon foglalkoztam tényleg a gameplay-jel, úgy voltam vele, hogy jó, most akkor egy kis szünet. Legyen egy kis csönd, legyen egy kis misztéria a dologban. Jó lesz az.
úgy éreztem, hogy ez kell. Úgyhogy vannak terveim, tényleg mindenki fejlélegezhet, akik azért aggódtak, mert hogy nem léteznek már ezek a videók. Tehát sok, sok ilyen komment jött social felületen, Instán, hogy... mert egyébként én inkább azt érzem, tudjátok, hogy ezekre a régi videókra vágynak azok, akik nézték ezeket. Ilyen nosztalgia egyébként, ja. Így van, hogy akkor most én csináljak újakat, hanem szeretnének ezekhez hozzáférni nosztalgikus dolgok miatt. Úgyhogy mindenki megnyugodhat, ezek nem tűntek el, léteznek, nem hozzáférhetőek egyelőre. És amúgy ezzel az egész ilyen eltűnéssel kapcsolatosan, ahogy te fogalmazol, tehát akkor ez így full tudatos, nem az, hogy leszarod az egészet, hogy leszartad, hanem hogy legyen egy ilyen kis valami ebben az egészben, és akkor írogassanak, aztán majd félig, egyszer lesz félig valami. Ez félig az. Uh-huh. Félig ez félig az. Először beleszartam, úgy, ahogy van. Miért nem azt mondtad, ez direkt volt, ez tudatos volt. Tök őszintén. Ja, feltörtem magam, ezért szóval fizettem valakinek, hogy mi lenne, ha... Feltörjön. Ja. Feltörjön, eladja a adatokat, mindent. Szóval akkor, amikor ez így bebaszott, mármint, hogy szabad így, lehet, ez egy szabad nyelvű podcast, nem? Hogyne, persze. Akkor én beleszartam egy az egybe. Úgy voltam vele, hogy most engem ez egyáltalán minden fontosabb, mint ez. Akkor egy olyan életszakaszban voltam, hogy minden más probléma, ami van az életemben, akkor azzal kell foglalkoznom. Tehát ez a sokadik. És akkor utána rá, mikor lenyugodtak a kedélyek egy 3-4 hónapra, gondoltam azt, hogy na akkor, majd akkor foglalkozunk vele, és akkor gondoltam, hogy annyira nem akarok, annyira nincs kedvem a gaminghez, akkor legyen egy kis csönd, legyen egy kis misztéria benne, hogy na, mi lesz ezzel a csatornával, na, mi lesz a Zsoltival. Ennyi. És akkor hát most arra tartok ott egyébként, hogy valami lesz, de nem akarom elmondani, hogy mi. Tehát most az... Hát gondolom, lesz ilyen... videó, tehát, hogy így belegondolva. Hát ne, mostantól csak az OnlyFans-re gyártok szétadom. Ilyen jellegű tartalmakat. Nem. És akkor most mi van? Lesz. Most mi van? Hát most a unboxing az van, oda, ha minden jól megy, akkor egyre több termékkel tudok jelentkezni, mert nem biztos, hogy újdonságot árulok el, de azért nem egyszerű az új cuccokat bekérni tesztre sem mostanában, tehát, hogy én nem is értem amúgy. Tehát, amikor jelentkezem azzal, hogy nem kell a marketing büdzsé, tehát, hogy hagyjanak békén, csak hagyd próbáljam ki a cuccot, hagyd forgassak róla, mert szeretnék megjelenést csinálni belőle. És így nem jön válasz. Tehát, hogy így menjenek már. És egyre több ilyen van sajnos. Uh-huh. Szóval, ja, nehéz fenntartani egy ilyen tech jellegűbb csatornát. Nagyon sok munka van abban, nagyon sok levelezés, vagy nagyon sok meló, hogy valaki napra kész lehessen egyébként különböző termékekből. Szóval, ja, ezt szeretném, mert most sikerült összeállni egy webshoppal, akiknél, ha minden jól megy, azon is dolgozom, hogy jól menjen, akkor egyre több terméket lehet majd kipróbálni, meg forgatni róla. Újdonságok. Nyilván az újdonság az, ami mindig kell. Az a legjobb. Tehát, hogy én is arra vagyok kíváncsi, meg a közösség, meg a közönség is arra kíváncsi, az új cuccokra. Úgyhogy ez és a cél. És a Kovács Zsoltit? A vlog azt... csatornával meg nem tudom, mi legyen, by the way. Szeretem a konyhát, szeretek főzni, szeretem a hasam, hát nyilván, hogy nézek ki. Jó, de a vlog csatornával... én azt csak úgy tudom elképzelni, hogy oda is, még ilyen főzős kontentek egyébként. Igen, mert azok is mentek nálad még, az ilyen burgeres, meg hasonlók, azok úgy mentek egyébként. Meg azt tudom még egyébként elmondani, hogy valahol bennem az okozta leginkább ezt a törést. Kedvtelenséget, törést ezekkel a tartalmakkal kapcsolatban, ha nevezhetjük tartalomnak, amiket csináltam, hogy ugye azért a tartalomgyártás meg a tartalomfogyasztási szokások azok gyökeresen megváltoztak az utóbbi pár évben. És azok a trendek meg azok az irányvonalak nekem nagyon idegenek. Mire gondolsz? És tudod, pontosan. Elkezdtem én is ezt 20, hát az, hogy fél perc redukálódott az inger küszöb, arra gondolok. Hát 5 másodpercre nagyjából. Hát akkor bár 5-re. Tehát, hogy azért, amikor mi ezt elkezdtük, vagy én elkezdtem, akkor sem voltam már gyerek, 24 vagy 25 éves, most arra 31 vagyok, vagy nem, még fiatalabb voltam, 23-22. Most arra még idősebb lettem. Én is egy későn érő típus vagyok.
és nem éreztem magamban azt, hogy tudok úgy formálódni, hogy ezeket a tartalmakat én is le tudjam úgy gyártani, hogy élvezzem is csinálni. Mert azt, amit csinálsz, ha nem élvezed, akkor mások se fogják. Én ezt valami. De egyébként sokszor azért sikerült úgy megcsinálni egy-egy dolgot, hogy... Hát, néha nyilván... Belecsúszik, de hosszú távon ez senkinek se jó. Se neked, a lelkednek, az egészségednek. Meg az arányaiban nem mindegy. Sehogy se lesz jó. Így van. Hát meg nem csak az amúgy... Nem tudtam... Hogy mondják ezt... Bocsánat, szabadulálok, megint ezt, hogy gyorsan elmondom. Nem tudtam... Együtt rezonálni a jelenlegi. Így van. Azzal a dologgal, ami elindult, ahová a mai napra is sok felirat gyorsan. Te tudtad, hogy ez a videó... Ez. Ennyi. Igen. Hát meg azt akartam én csak hozzátenni, hogy még az, hogy tehát, hogyha még úgy ingerenciánk lenne is ahhoz, hogy mondjuk TikTok tartalmak sablonjára csináljunk dolgokat. Egy azt én azt állítom neked, hogy aztán lehet, hogy csak ez az én szegénységi bizonyítványom, de egyszerűen azzal a mennyiségű videóval, tehát az van, hogy annyira tényleg nem áll rá az agyam sem, meg nem is akarom, hogy rájön az agyam erre a TikTok történetre, hogy nekem mondjuk egy darab ilyen komolyabb TikTok videót megcsinálni lenne legalább egy nap. Tehát még azt úgy kitalálom, hogy hol lesz mindez, de a TikTokra naponta 3-4-et kéne tudni legyártani. Igen. Ilyet. Érted? Igen. Szóval, hogy annyira Igen. más tartalomgyártás, annyira más tartalomfogyasztás, annyira minden, annyira nem én vagyok, meg nem is mi vagyunk szerintem ezt. Meg elképesztően felületes, olyan... nekem az zavar. Felületes, meg nagyon, hogy mondjam, talán személytelen is sokszor, mivel hogy csak a tömény infót rakhatod bele, hogy beleférj az időbe. Tehát nincs az, hogy csak így elkalandozol, meg egy pici üres járatot belehagysz, meg nem tudom, vagy csak ilyen... Mert én azt vettem észre, nem, a videók is mindig ilyen fluktuáltak, hogy így hopp, hogy picikét most akkor van valami, azt akkor van egy ilyen kis semmitmondás, hogy egy picikét legyen valami kis agyradírszerű benne, de közben így megy. Na és akkor a TikTokon meg így tis, és akkor így kész, tartsd azt végig. Ja. És az mindegy túl sok valahogy, nekünk öregeknek ez már too much. Nekünk öreg, igen. Hát az a baj, tudjátok eleve, hogy az összes platform erre épül most már, meg ezt próbálja tolni. Ott vannak a YouTube shortsok, ott vannak igen, az Insta részek. Igen, de amúgy ezt nagyon jó, hogy behozod, erről is akartam valamikor beszélni, csak nem tudtam, hogy hol, de most ez tökéletes. Én azt hiszem észre például a YouTube shortsok kapcsán, hogy van egy halom olyan YouTube short tot is gyártó csatorna, amiknek olyan short megtekintéseik vannak, hogy így megőrülsz, tehát ilyen 10 milliós. És megnézed a sima videóit, mert gyártja azokat is. Senki hát nem mondsz, senki, de pár ezer. Meg ilyen 5000, 8000. Ilyen szinte. Van egy fekete faszi Amerikában, aki konkrétan ilyen így depós, sőt repós, tehát hogy így kimegy az autóért, ami meg van neki adva, felkapja a trailerre és viszi. És így ilyen 360-as kamerával veszi fel meg minden, ahogy ott vicces, hogy rohannak utána, tehát jó, szép, mit tudom, és már megy egyből, tehát így pikpak megcsinálja, és megnézed a videóit, és ott is ilyen 5-6 ezer, és ezeket meg ilyen 5-6 milliósos megtekintések. Szóval az érdekes, mert... hogy nem nincs, azt hiszem észre, hogy nem nagyon van átjárás a kettő formátum között, vagy nem egészíti azért ki egymást. Azért nincs, mert a közösség, aki nézi a short tartalmakat, ő nem arra állt be agyban, hogy nézze a hosszúakat. Nincs rá ideje. Nincs rá... Meg nem is jut el oda. Nem is akarja, így van. Meg nem is... Nem, figyelj, hogy tehát néz ez, ki egy shorts nézés? Ez. Most elkezded görgetni. Nem azt nézed, hogy milyen csatornám van. Csak elkezded görgetni. Tudom. Tehát fel se iratkozol Na igazából. De és, amúgy... és ez a hozzáállás, amit most te mondtál, Patrik, és én is ezt látom, azt hozza nekem, hogy akkor mi a tökömnek gyártsam egyáltalán. Tehát, hogy nálam meg az van, hogy a videókat egész jól nézik, a normál nagy videókat, és kiteszek ide-oda, próbál kísérletezgetni, mennyi sorttal, mit tudom én mi, 5%-a nézi meg. Ne, szerintem egyébként, én szerintem láttam sortokat a podcastetekből is, ebből a podcastetből. Azok egyébként jókat mentek. Valami félmilliót ment, igen. Most néztem. Ja, igen, a podcastből van ilyen, de például a gamingben 8-9 ezerig megy el egy. A főcsatornán még nem kísértezgettem vele, bevallom, de hogy úgy nem látom a marketing értékét sem, mert ugye mi, legalábbis én erre inkább úgy tekintek, hogy mondjuk egy ilyen relevancia fenntartás, hogy jó, akkor ott is találkozzon velem, ott is legyen ott, hát ha jön abból, de abból nem jön,
Tehát én azt hiszem, észre, abból nem lesz az, igaz, csak a relevanciát tudja tartani, hogy ott is találkoznak az arcoddal, és akkor ott vagy ott is. De azon kívül... Hát, vagy lehet azt mondani, hogy, ha az ember fenn akar maradni esetleg marketing szempontból is a csatornáival, akkor jó ott lenni. Tehát kell. Ha mindenhol ott akarsz lesz, lenni, hogyha nem vagy ott lenni. Igen. Igen. Csak van egy pont, amikor majd meghúzod azt, főleg azt, hogy te is, Zsolti, Patrik is, és én is, mindannyian abban a tartalomgyártási szokásban maradtunk benne, vagy preferáljuk, vagy nem tudom, hogy one man show az egész. Azért van, mert általában, persze vannak olyan szituk, amikor hívunk egy kamerást, hogy akkor már tényleg nem férsz bele, mert azért egyedül basszus mindent megcsinálni, nem olyan egyszerű az sokszor. És ezek mellé alapból is már egy olyan dolog, most nem magunkat sajátatom, de egy one man show-ban nyomod az egészet, és akkor még egy újabb, úgymond feladatkört, hogy na hát akkor meg kéne vágni ezt az átkozott sortot is, jó, oké, akkor megfolytom a képarányt, jó, hogy néz ez ki, jó, bele kell csúfolni. Tehát, hogy nekem egyedül a legjobb. Ez azoknak működik jól, meg azoknak megy jól, akiknek lett egy editora. Akik megtehették azt, hogy... Igen, hogy akik amellett, megtehették. Hogy ez a fontos, igen. Hogy legyen egy editor, vagy több editor, akivel, vagyis hát aki szerkesztője ezeknek az anyagoknak, vágja, a kreatívabb munkával tud azonosulni, a két ember tud egy rezonancián menni, úgy vágja videóit, ahogy neki szüksége van, ahogy ő azt szeretné, jól működnek együtt, ezeknek megy jól most is. Mert tudod, azt a kreativitást, meg azt az előadást, amit hoznia kell hosszú távon, nem tud benne elfáradni, nem fárad el annyira, nem ég ki annyira, mint hogyha még utána hosszú órákat kéne azzal szenvednie, hogy azok a videók meg legyenek időre vágva, abból legyen még shorts is, abból legyen minden meg is. Meg posztszöveg, meg a faszom, ja. Igen. Akkor hát biztos vagyok benne, hogy nagyobb brével lehet csinálni ezt, meg nagyobb erőbedobással mindenféle online tartalmat, hogyha az ember mellett azért van egy, legalább egy főstár. Csak olyat találni, nekem nem is az, hogy nem tehettük volna meg bármikor, de soha, én tényleg többször megpróbáltam. Egyszerűen tudod, amikor mit tudom én, megyünk és fejembe van, hogy jó, ezt a videót, akkor így, onnan, amúgy, kicsi szél, és akkor így benyom valaki egy ilyet, hogy amúgy képzeld el, hogy, és micsoda? Miért nem ugyanazon gondolkodsz, ahol én vagyok éppen, tudod, és nekem ez soha nem ment sajnos. Ja. Nekem is volt egy olyan, hogy egy kamerást én így elhívtam a Szigetre magammal, hogy én akkor ott videózok egyet napközben, mert volt mögötte egy együttműködés, tehát én általában mindig ahhoz kötöttem azt, hogy belefér az, hogy egy kamerást hívok, hogy van-e mögötte valami deal. Mert hogyha van, akkor nyilvánvalóan tök kényelmesen, és mindenféle rossz gondolat nélkül, nem rossz gondolat, hanem olyan kellemetlenség nélkül fizetem ki neki a pénzét. Mert hogyha meg arra hagyatkozok, hogy az AdSense, most akkor nagyjából átlagoljunk, mondjuk nekem a főcsatornán egy videó átlagosat megy, az mondjuk egy ilyen 30 ezer forint. Na most 15 ezer forintért találj már magadnak egy, mondjuk így a felét nézem csak annak a bevételnek, találj már magadnak egy embert, aki ott neked forgatni fog végig. Ja. Tehát az nem a legegyszerűbb, és akkor meg, tehát utána meg csak egy ráköltés az egész, tehát én mindig ezért nem tudtam megengedni. És nekem is volt olyan, hogy Szigeten kín voltunk, kurva meleg van, 33 fok, bejárom kétszer az egész Szigetet, hogy mindent megmutogassak, tudod, videóba, és akkor leáll a kamerás, tudod így beszélgetni egy ilyen másik csávóval, mert hogy látott nála is egy fényképezőgépet, és akkor elkezdik, hogy full frame, 15 perc állok ott, mondom, jó, figyelj, menjünk, jó, most már menjünk. Tehát így utálok így odaszólni, hogy haver, bazd meg, tehát, hogy már leégtem háromszor, tehát így a bőröm, ki vagyok, meleg van, dagadt vagyok, haladjunk, jó, bazdok, mert nem fogok ide. Mert tudod, mindenki úgy megy, hogy jó, hát nem kell kapkod, de este úgyis buli, mert én nem bulizni maradok, én megyek haza vágni, tesó, tehát mondom, hogy stop that. Szóval, ja. Igen, hát ez is szerencse kell azért ahhoz, csillagok állása, hogy... Hát ja, és mondom, és meg a másik ütök a bevétel szinten az, hogy te úgy szeretnéd csinálni, hogy neked maradjon is, és még a általad alkalmazott ember is jól meg legyen fizetve, tehát megkapja azt, amit szeretne a munkájáért, nekem az mindig kellett mögötte egy deal. Mert tök különben, hogyha nincsen, különben, és az a baj, abból viszont nem sok van, legalábbis én, de ez is kíváncsi vagyok, hogy én nekem a legfőbb ilyen, hát, hogy mondjam, nem problémának mondom, hanem ilyen vágyam mindig az lett volna, hogy ne sok kicsi
együttműködés legyen. Tehát általában az együttműködések nekem 95%-ban úgy néztek, hogy egy videó, paf, tessék, ennyi pénz, és akkor viszontlátásra. Hanem egy ilyen hosszabb távúnak nagyon örültem volna egyszer legalább, hogy azt mondjam, hogy jó, akkor ezzel tudok számolni, akkor kevesebb céggel is kellett volna együttműködnöm, mert újakkal nem kellett, érted, mit mondok. Ez lett volna a tök jó, és hogyha ez így van, ez valahogy ki tud alakulni, hogy van egy ilyen hosszabb távú együttműködésed, akkor úgy már aztán simán rá lehet építeni azt, hogy na jó, akkor viszont lesz egy hosszú távú vágom, meg kamerás, meg a tököm tudja. És neked volt amúgy ilyen együttműködésed, egyébként, ami egy ilyen, mondjuk egy éven keresztül, 12 hónapon keresztül mondjuk így tartott havonta, hogy akkor fix valami. Mert én úgy vettem észre, neked is mindig csak ilyen egy-egy videós, vagy maximum 3-4 videóra ilyen bundle csomag valami volt. Egyébként nekem igen. Nekem volt. Is ilyenek voltak, neked ahogy is ilyenek. Aha. És hosszú távú nem. És a másik az, nyilván az jobb lett volna. Amire rohadtul kíváncsi, hogy te mennyi feedbacket kaptál valaha amúgy ezek után? Tehát, hogy megvolt az együttműködés? Te se semmit, jó van, oké. Okay. Én azt tudom, sokáig azt tudom, hogy ez csak nálam, vagy nálunk van így, hogy így általában az, hogy lement egy együttműködés, és utána így soha nem, csomószor volt, és nem is hallottam utána róluk semmit. Igen. Hogy amúgy elégedettek voltak, nem voltak, milyen volt, semmit az égvilágon. Ez is nekem egy ilyen nagy problémám volt mindig amúgy. Talán ahol először kaptunk feedbacket, meg látható is volt, Isti, az a Red Light szerverem volt. Ahol én emlékszem, hogy... Ja. Na, RP. De szerintem az volt az első, hogy úgy oda mennyi embert sikerült vinni, és hogy izé. Aha. És amúgy megéri nektek ezért nekünk fizetni, hogy csinálunk videókat? Puh, meg. És így röhögve mondta a srác, emlékszem, ja. Hogy ne érné meg. Igen, szóval talán ez volt, és nem nagyon szoktak tényleg így visszajelezni. Nem, így semmit. Kb. Olyan érzésem nekem volt sem. Mindig, hogy igazából, mintha szarnák lehet céges szinten azt a pénzt, kik el kell költeni, elmegy. Mert így amúgy nem szarják, mert egész van. Biztos, hogy nem. Tehát nem mindig csak multikkal dolgoztunk együtt. Voltak kisebbek. Ja, a multiknál így van, jó. A multiknál így van, de voltak kisebbek, és ott is ugyanez a... Ez ja. volt az érzésem. Nem azt mondom, hogy ez volt a tény, hanem ez volt az érzésem, hogy jó van, lemegy, megjelentünk, és akkor tudod, és szerintem nem is értenek hozzá, meg nem is akarnak semmiféle mérőszámot, a videót megnézik, hogy mennyien nézték meg, jó, oké, akkor ez biztos ér majd valamit, és akkor majd lesz valami, vagy nem tudom. Ja, ja, ja. Ez volt az érdekes dolog benne. Na mindegy, Zsolti, és akkor most jelenleg mi van? Mert már említetted, hogy melózol valahol, meg hogy mennek be oda emberek, hogy most mi a helyzet jelenleg veled, hogy most mit csinálsz? Hát, de te ezt nagyjából tudod is, mert voltál. Én tudom, én a nézők nevében kérdezek most is, persze. Ja. Te voltál bent nálam. Én gyöngyösen vagyok most már egy jó pár hónapja a PC bázisban, így hívják az üzletet. Ez egy ilyen informatikai kisbolt, nem túl nagy, szervizzel, értékesítéssel. Hát emberekkel foglalkozunk. Nyilván nekem ez sose volt annyira idegen, vendéglátóztam egy jó pár évet a YouTube-os időszak előtt, és most ezt csinálom is, tehát ezt is csinálom. Nyilván azért is, mert átalányadózni önmagamban azt a plusz 100 000-et kifizetni egy hónapban nem feltétlen akarom. Így azért, hogy mellette be vagyok jelentve 8 órába az adó... az mérséklődött, tehát, hogy nem kerül ennyibe vállalkozni mellette. Ez nyilván ez az egyik oka, a másik az, hogy kellett, tehát a muszáj az nagy úr, és valamilyen szinten egyébként szükségem volt arra, hogy egy kicsit kint legyek. Uh-huh. Van egy ilyen vibe-om most, vágjuk. Hogy szükségem van arra, hogy ne itt legyek ebben a stúdióban, amit csináltam. Kell nekem most egy kicsit más levegő. Kell az, hogy... Ja. Tehát valamiért azt érzem, azt éreztem már ugye az utóbbi időben, tavaly is, hogy más vizekre kell leveznem. Nyilván azért is lettek más csatornák, nem csak a gaming, hanem a vlog is, akkor utána a termékek is. Nem bírok sokáig ugyanazzal foglalkozni. Kell nekem az, hogy valami más is legyen, és én ezt éreztem. Ezt is éreztem a muszáj mellett, hogy... kell most valami, kell valami más. Nem akarok itt lenni ennyit, amennyit vagyok. És akkor ez van most egyébként, nagyon vicces történetek. Nyilván sokkal jobban érezném én is magam szerintem, hogyha kicsit jobban el lennék dugva,
de hát napi szinten felismerik az embert, ezzel Isti is találkozott. Nyilván aznap is, amikor benn voltál, ja. Vannak vicces sztorik, megőrültek valamit, olyanok. Meséljél akkor már annyira felhájpolod. Zsolti, mindenképpen mesél, de amit én hallottam már. Ja, faszit. Azt mindenképpen, az... Hát az a sírt az Isti. Az még akkor volt, amikor oda kerültem, bejött a csávó, de én már ismertem látásból egy nagyobb áruházban, mint kidobó tevékenykedett, vagy ilyen őr, tudod, aki megállít, hogyha becsipogsz. És akkor... Kidobó, hát ez biztonsági őr. A pénz, hogy van az? Személy is vagyonőr. Vagyonőr, igen. Valami ilyesmi. És így megjelent még a karácsony időszakban, hogy mennyibe kerül az Xbox. Hát mondom, mennyibe kerül az Xbox. És akkor mondta, hogy jó, hát ő ajándékba akarja, köszi. Jó. Szavasz, elment. Jött vissza egy pár hétre rá, hogy itt van egy számítógép, vagy nem az, hogy itt van, de hogy ki akarja takarítani a számítógépet. Hát mondom, ennyibe kerül. Jó, de hogy amúgy neki hatalmas ötlete van, 15 év múlva ki kell adnunk egy konzolt. Le kell söpörnünk az Xboxot, meg a Sonyt. Tehát a Microsoftot, meg a Sonyt. Aha. És akkor néztem, tudod, még a srác is ott volt, aki ott volt előttem, mert egy személyes erőként dolgozom itt a kis üzletben, és akkor így néztünk, hogy úristen, most mi történik? Tudod, én is néztem rá, ő is nézett rám, és akkor így próbáltuk feldolgozni, hogy most akkor mit hallottunk. A srác is egyébként a szemén látott, hogy nem nagyon beszámítható az ember, aha. De te ott ugye, te értékesíteni vagy ott, neked meg kell próbálni vele szót érteni, és akkor mondja, hogy hát ki kéne adni ezt 15 év múlva. Hát mondom, mit? Hát visszajön majd. Mondom, jó. Visszajön, majd azt mondja, egy sárga autó hozza majd sofőrrel. Mondom, jó. Hát eleve nem tudsz megállni ott, tehát állandóan parkolnak az üzlet előtt. Hát mondom, biztos majd úgy lesz, nevetünk egy jót, elment. Jött is vissza egyébként nem aznap, amikor ígért, hanem harmadnap, vagy valami ilyesmi. Nyilván semmilyen sárga autó, meg semmilyen sofőr. Bejön az ember egy papír cetlivel, leteszi az asztalra, hogy akkor ez lenne az. És akkor néztem, tudod. Hát de mondom, akkor most mit csináljunk? Hívjalak fel 15 év múlva, vagy... De mi volt rajta? Hát rajta volt a specifikáció. Milyen alaplap, tudod, milyen chip, milyen hardware, tehát processzor, stb. És valami mostani volt akkor rajta, gondolom. Dehogyis, nem tudom, nem is emlékszem rá pontosan, csak így ránéztem, és akkor mondta, hogy 15 év múlva, és láttam a szemében a sötétséget, hogy így ott tényleg valami nagyon nagy baj van, és mondom, hát... Akkor hívjalak fel, mondom, 15 év múlva? Mondom, ezzel mit csinálják? És akkor feláborodott, hogy hát ő úgy gondolt, hogy üzletet hoz ide, bizniszt, tudod, hú. Hatalmas bizniszt. Egyébként én valahol azt éreztem utána, hogy szerintem azt akart, hogy takarítsuk ingyen a számítógépét. Aha. És akkor érezze magát egy picit nyerekben azzal, hogy mi majd őt komolyan akarjuk venni amiatt, mert most valami világmegváltó dolgot talált ki. És akkor aztán csak annyit mondott, hogy én amúgy tudom, te ki vagy. Tudod így. Én ránéztem, és akkor mondom neki, na ki vagyok? Egyébként is ki voltam már lelkileg, érted minden? Mondom, na ki vagyok? És akkor néz rám, nem mondott semmit, kiment az ajtón, visszalépett, és amúgy megyek hétvégén a Mr. Basztának a mester tetoválójához. És így bebaszta maga után, és elment. És ott álltunk, így ketten, hogy így, azt a mindenit, itt mi történt? Azt a kurva. Nagyon jó. És visszajött ez az ember még egyszer, egyébként egy hónapja kb. Hozta a gépet, érted, a belekilógott a számítógépnek, az oldala nem volt rajta, egy ilyen 15-20 éves akármicsoda, hogy akkor ki kéne takarítani. Mondom, jó, ennyibe kerül. Hát most nincs pénze, de itt hagyná akkor. Mondom, jó, ha lesz pénzed, akkor visszahozod. És akkor azt mondja, hogy... Láttam, hogy nem tetszik neki, tudod? Azt mondja, lenne egy kérdésem, mister. Mondom, hallgatlak. Hát a Witcher 4-et kellene optimalizálni PlayStation-re, vagy valami ilyesmit mondott, tudod? És akkor így, mondom, már ki van adva PlayStation 4-re, mit akarsz vele csinálni? Hát én nem értem, amit ő akar. És akkor így kiment, megint bebaszta az ajtót. Na azóta nem láttam egyébként. Hála az égnek. Valószínűleg egyébként beteg, vagy ilyesmi, tuti. Valami van, tehát ott valami gond van. Meg ki is rúgták onnan, ahol dolgozott, mert beszéltem az ott dolgozó biztos, én most nem az ő gyengeségén röhögök, csak
Azon rögök, hogy annyira el tudom képzelni azt, hogy én ott vagyok, és így fogalmam sincs, hogy most mit csináljak. Annyi tehát, ilyen így... hasonló emberre találkoztunk egyébként évek alatt szerintem, azért úgy értjük. Ja, hát voltak nekem is kellemetlenebb, de egyébként ez a 99%-a nem az. Az az maradék egy, ami szokott ilyen kellemetlen lenni. A múltkor például bejött egy öreg, na az nagy sztori, azt direkt nem meséltem el az Istinek, hogy hát ha majd itt jobban érvényesül a történet. Megvárta az öreg, mi mindenki kimegy, egy ilyen 70 fölötti, bőven, hát bottal járt, és akkor kérdezte, hogy jó napot, DVD van? Hú, mondom, persze, hogy van, üres DVD-t lehet venni. Lehet még venni üres lehet, DVD-t? Lehet, persze. Wow. A boltokban is van még, ja. Persze. Itt kell, mert a kórházban a leleteket arra írják ki, CD-re, meg DVD-re. Most a kurva! Emery gépbe. Figyelj, jó, hogy nem kazettára van. Igen. Jó, igen. És akkor kérdezte, van DVD? Hát mondom, van. Olyan szexpornós is. Hallod? Hát mondom, olyannal már nem tudok szolgálni. Mondom, azt tudom, hogy hol lehet. Azt mondja, hát a Kutakon volt ilyen, azt mondja. Mondom, igen, akkor tessék voltak, ott megnézni. Tényleg voltak. Mai napig. Hát mondom, amúgy van még mindig van. Még mindig vannak? Persze, szoktam venni mindig. Ez nem, amúgy, de az... láttam már ilyet. Bármelyik városban mindig mondja, hogy menjünk a kútra, nézzük meg, mik itt vannak itt. Hallottam már ilyen emberekről, akik vesznek ilyet. Gyűjtöd. És akkor mondtam, hogy hát ott van egy használt számítógép, vegye meg, kösse rá az internetre. Azt mondja az öreg, hát ő azt nem teheti meg, mert tudja, hogy függő lenne, és neki sok a dolga. Mondtam, akkor jó. De ez milyen becsülendő, hogy 70 évesen azért még a papa azért rotyogtatna ott, mi? Rotyogtatná. Bárcsak, én is így öregednék, de tényleg. Vannak történetek. Most de összességében szereted amúgy, hát azért csak hozzá kapcsolódik ahhoz, amit ugyan blokk követsz. El vagyok amúgy. El vagyok. Igazság szerint azt mondanám. Annyi, hogy azért Gyöngyös úgy nem feltétlen van magas szinten, úgy értelmiségben. Tehát, vannak jó videók a YouTube-on. Vannak jó videók Gyöngyösről, így van. Vannak nehéz esetek, akikkel azért nagyon nehéz szót érteni. Sajnos sok-sok nap végén azért azt érzem, hogy ki van mosva az agyam. Vannak ugye azok a beszélgetések, amikor próbálsz a saját gondolataiddal megalkotni egy mondatot, és látod, hogy semmit nem ért belőle. Aha. Egy szót se. És akkor megpróbálsz lemenni a szintjére, és nem akarok senkit degradálni, de olyan szavakat használni, amit felfog. De múltkor bejött egy gyerek, az pont valamelyik nap volt, Xbox 360-hoz játék van? Hát mondom, nincs. Ezt akarom mondani, hogy gyönyörűség kapcsolatban, tehát valahol itt vagyunk még mindig, 10 pár évvel ezelőtt. Itt megragadtunk. De a leggyönyörűbb hely a világon. Sok helyen voltam, de én a Mátrát, de igen. Istenem, de imádom. És akkor kérdezte a srác, hogy Xbox 360-hoz, mondom, nincsen. De mondom, nyílt egy retro konzol volt a közelben. Mondom neki, Caminetto pizzéria. Igen, és így megy kifelé. Mondom, tudod, hol van? Nem tudom. Mondom, ott van, arra elindulsz, mondom, tudod, hol van a Rossmann? Igen. Hát mondom, arra elmész jobbra. Mondom, tényleg tudod, hol van? Nem tudom. Mondom, arra ott végigmész, ott van a cégér. Mondom, tudod, mi az a cégér? Mondom, hát ott van, fönt a... Tehát erre ilyen beszélgetésekre gondoljatok. És akkor mondom, hogy ott van fönt ki van írva, reklámszerű, tudod. Pokorra fogok jutni. Ott nem ész jobbra, stb. Tehát, hogy ilyen beszélgetésekben nagyon sok van. Nagyon sok sajnos. Úgyhogy, na, egy picit azért elfáradok. Elfáradok így agyban, de amúgy el vagyok. Tudom, és de mennyire ilyenkor... megy? Igen. Mennyire megy? Mert a mai világban én azt gondolnám, de lehet, hogy csak én vagyok így, hogy vannak ugye ezek a nagy franchise-ok, mint PCX, meg konzolvilág, mondjuk ott szerintem PC-ben nem tudom, Aqua. Szóval, hogy mennyire mennek az ilyen lokálisabb, kisebb számítástechnikai boltok? Mondjuk nálatok. Hát nyilván nem élik a hogy mondják ezt, aranykorukat. Uh-huh. De vannak bizonyos alapszükségletek, amiket mindenképpen ott az embereknek el kell tudni végezni. Nem a pisi, nem akire gondolok, hanem nyomtatás, akinek nincs otthon nyomtatója, akkor azokban patron, toner,
meg ilyen cuccok. Tehát vannak ilyen alap, meg ilyen szaré húgyé bemegy az ember sok helyre. Sokszor az van, hogy tudjátok, olyan dolgok jönnek be, amiket nem akarnak megrendelni a neten, vagy nem szeretnek a netről rendelni olyan emberek. Vagy gyorsan például, kell. Valamivel, igen, gyorsan kell valami, nem tud rá várni, így van. Ja. Nem akar foglalkozni a garanciális ügyintézéssel online. Mert azért, ha veszel valahogy személyesen a szomszéd fűszeresből, oda azért könnyebb visszavinni, hogy szar valami. Nem az, hogy most akkor elpostázni, meg szórakozni vele. Úgyhogy még a mai napig van valamennyi relevanciája egyébként a fizikai boltoknak, de nyilván, hogyha most valaki azt mondaná, hogy nyiss egy boltot, Zsoltika, valahol, akkor azt mondanám, hogy köszönöm. Ezeknek nincs semmi értelme már. Akik elkezdték valamikor ezt, ők próbálnak fönnmaradni. Ennyi. Tehát nem éri az aranykorát, de azért minden nap elbeszélgetek. Nekem azok a kedvenc kuncsaftok, akik bejönnek, akik felismernek, akik ugye a vásárlás végén mondják, tudod. Addig megpróbálják játszani a szerepet, hogy nem tudják, hogy ki vagyok, vagy nem ismernek. Vágom. És akkor a legvégén kicsekkolnak minden pénz, ezért... És jók a videók. Amúgy jók a videók. Videózom. Hol vannak a videóid a gépi csatornának? Amúgy jól csinálsz, igen. Ilyen, ezeket csipázom. De szerencsére egyébként nem volt ebből semmi negatív. Sokan voltak már, akik azért jöttek gépet építeni, mert én vagyok ott, kirakták a Facebookra a srácok, a boltnak a Facebookra a tulaj. Aztán azért jöttek azért, hogy én csináljam a gépüket, írjam alá a gépházat, meg itt tudom én. Tehát volt, tehát valamilyen üzleti szempontot azért szem előtt tartottak, amikor azt mondtam, hogy na, srácok, kellek én ide? Nyilván nem sokat gondolkoztak. Úgyhogy, ja, gyertek a PC bázisba, gyerekek. Építünk nektek számítógépet, nagyon jó lesz. Én azt bírom, amikor így mostában egész sok olyan van, és nem tudsz rá mit mondani. Komolyan, mi a legjobb megoldás erre? Amikor azt mondják, hogy ó, hát én gyerekkoromban annyit néztelek, hogy így... Ja, ilyen, és ilyen kis fiatal felnőttek. Vagy hát már nem is jó, vagy az Isten se tudja, érted? Szóval, hogy nem tudok rá mit mondani. Ti erre mit mondanátok? Én azt szoktam mondani erre mindig, hogy eltelt az idő. Kész. Én mindig azt mondom, hogy miért a videóim, most nem nézed? Most nem szoktad. Csak a régi. Én abban a pillanatban rámegyek. Láttad a bajit? Most mert ki, nézd meg, lájkod. Na most nyisd meg. Nekem van, mikor visszafeldobom rögtön ezt a kérdést. Nekem... A régi videókat szerettem, izé, és az újakkal mi van? Nem nézed, baszd meg? Miért nem nézed az újakat? Baszd meg! Patrik, amúgy nem is mondtam. Nekem mostában egyre több olyan van, hogy találkozok valakivel, felismer, és megkérdezi, hogy te még mindig Fehérváron laksz? Na, az jó. És mindig mondom, hogy figyelj, az... igen. Egy olyan 60 kilóval, igen, és tesó, mint olyan 30 centivel alacsonyabb csávót keresel. Nem mondom, és nem voltam Fehérváron soha. De hogy összekavarják, ezt tudod. Meg sokszor összekevernek engem ott. Ja. Hát fia, a Győri Play It Flyer-re is úgy kerültem fel, hogy a én nevem felett van, hogy Csenki Patrik Anfield, úgyhogy... Igen, felettem meg az igazából... isté, tehát... Az de mindenki másnál következetesen jó. Így van, a Dazzani, Hunter, Paff, az tökéletes, de itt nálam... De és akkor meg az jó megvan kavar, Csenki Patrik, kötőjel Anfield. Hogy így... Most Anfieldként vagy a Győrin, vagy már Patrik? Mindkettő. Oda úgy van kiírva a flyer-re, hogy Csenki Patrik Anfield. Jó, de amúgy nehéz lehet így összehozni ilyenkor még. Az Isten se tudja. Hát... Még te se tudod. Tudod? Mi? Ő már Csenki Patrik. 24. Hát én de ez semmi, bazeg, nincs ebben nagy dolog. Csak amúgy megkérdezték, hogy így melyik. Hát mondom, hogy mehet-e egyben. Mondom, menjen persze, hát most. De amúgy szerintem nagy dolog. Egyébként szerintem nagy dolog. Tehát szerintem azért nagy változás egyébként. Hát az, meg, hatalmas. Meg azért sok, nem gondolná bele szerintem, amikor először mondtad nekem, akkor mondtam, jó, hát végülis csak kiír, átírod, az kész. És akkor rájövök, hogy aha, de hogy akkor a podcast is más, ja, akkor, az minden. Akkor az ja. Instád is más, akkor az e-mail címed is. Jó, azért szerencsére új személy igazolványt nem kell csináltatni. De azt is kell neki, persze. Nem, de oké, persze olyan szinten nem, ügyintézi szinten nem, de így online területen, akkor sok minden más írten, és így nem tudom. Jó, mi nekem nem olyan vész, mert én mindig patrikoztalak, hál' Istennek, tehát sose azt tudod, hogy olyan film. Jó, hát most ez a legkevesebb igazából, tehát a... Úgyis már átverő playten mindenki unfieldezni fog téged. De nem baj, hát nyilvánvaló. Nem baj, én nem szerintem az, ez minimum lesz. Két év. Tehát az minimum biztos. A két év, ezzel nincs gond. Ha nem több.
amúgy. Ja. Na hát szeretném érdekes elhesegetni ezt a két évet a fejedben. Miért? Én a mai napig videójáték vagyok. De azért, mert te nagyon minimálisan tevékenykedsz jelenleg. Mondjuk azért az igen, ez... De simán Tessé. Videójáték. Igen, egy pont rátírtad amúgy videójátékra. Kész, így csak el, hogy ezt az Anfieldot, amíg lesz online tartalmad, nem fogod... Videójáték! Nem fogod levetkőzni. Szia, videójáték! Nem lehet. Nem lehet. Majd azért ezt meglátjuk. Látszom. Fixen, biztos lehetsz benne. De ja, amúgy ez nem egy olyan dolog, amit szégyellek, vagy ilyesmit, csak tudod, egy idő után úgy már máshogy akarsz, úgy. Kinövöd. Ja. Persze, semmi gond nincs ezzel. Én tökre megértem. Én is utálom, amikor levideójátékoznak. Mondjuk azt lehet, hogy szégyellém egy kicsit, hogy így... Na, sose felejtem el. Mi a videójáték, gyerekem? Hát a... Meg gondolj, a szülőben mekkora zavar lehet ez. Ott a videójáték, hol? És ott van a Zsolti? Mi van róla egy videójáték? Keres egy ilyen dobozt, egy ilyen Xbox dobozt, vagy valami. Fú, basszus. Sose felejtem el, volt egy sajtóesemény, egy kisebb sajtóesemény. Szerintem Patrik is ott volt amúgy. Valamelyik Ghost Recon-nek, azt hiszem a Wildlands-nek volt egy, a Cenega csinált egy ilyen... Így van. Launch party. Játszottunk vele, egy launch party-t. Lehet, hogy te is ott voltál is. Akkor volt, azt nagyon bekarmoltam. A turbóval. Igen, ott az. A turbóval szerelmet vallottak egymásnak, igen. Persze. És ott voltam én is, megérkeztem, és akkor emlékszem a... A Dezső Bence is ott volt. A... Hogy hívják? Milyen Robi? Igen. Söröket kóstol igen. Meg. Igen, a Winkler. Meg autós újságíró Winkler. Winkler Robi. Megjött Patrik, és így Patriknak odaszólt, hogy remélem nem te vagy a videójáték, Zsolti. Hát milyen év ez a videójáték. És akkor így néztem, így félszemmel, tudod. Mondom, akkor megyek, nekérek egy sört. Én ismertem a Robit már régebb óta. Azt hiszem az akkor volt, amikor már forgattunk együtt, vagy valami. Szerintem igen. Hallod, így megláttam, meghallottam. Olyan, akkor megyek, inkább kérek egy sört. Ja, ez nagy volt. És így utána bemutatkoztál az ének, hogy Kovács Zsolti, szia. Nem, szerintem nem. De utána kész vége volt. Ezt úgy elengedte. De amúgy az egész launch party egy igazi káosz volt, emlékeztek, a Ubisoft szerverek nem működtek. Oda beültünk, hogy akkor mindenki streamel. Ellenben ingyen volt valami. Amúgy nem az, úgy volt. Nem volt ingyen. Úgy volt, az első kört azt állták ott, úgy emlékszem. Meghívtak sokan. És utána a többigre mentél, és aztán mondta, hogy a csáó, hogy utána így ledobta a láncot, ott a pultos, és akkor már hozta ki, tudod, a jégert, már hogy öntötte. Azt mondta, hogy jó, hagyd a francba is így. Az volt a gond. Az üveg elfogy. Igen, az volt a gond. Akkor értem, nem voltam még beteg annyira a piától, mint akkor az... Hát azért a gyomorkeserű sörkombó az nagyon, nagyon rossz másnap. És ráadásul nem ettünk semmit, az volt a baj. Tehát, hogy Patrikkal már úgy valami délben már találkoztunk, vagy már nem. Kettő-három fele már ott Pestől már ott valamit szerencsétlenkedtünk. Igen. És akkor már úgy éhes voltam, és akkor nem ettünk semmit, és akkor úgy mentünk bele ebbe az esti dologba, hogy így igen. Komoly volt. Hát voltak az iszituk az így a karrierünk során, karrierjeink. De milyen jó visszagondolni erre a 10 évre, amennyien voltunk, meg amiket csináltunk, én emlékszek azokra a playtekre, amikor még good like, és akkor hátul beszélgettünk. Nagyon más jók volt. Jók voltak amúgy. Hát én még emlékszek arra a playtre, az első playtre, amikor az első rendezvény volt, azután, hogy Budapest Game Show-ról átnevezték playtre, és akkor... Oda úgy mentem el még talán, hogy ilyenekkel, hogy Jézusom, Vanceboy 90 valami. 97 talán. 97, emlékszel Vanceboyra, öcsém? Meg ki volt még velünk? Ugye volt még velünk a Mark, Valkóci Mark, így hárman mentünk. És akkor megjelent a Metal Exovic. Szefi volt, és ő meg késve érkezett. És amint megérkezett, így mindenki belülről, és akkor még olyan plétek voltak, hogy bennem is nagyon voltál, hanem akkor még a Millenárisban volt. És akkor kint ott a külső kertrészen héderelt mindenki. Meg azt hiszem az is egybe volt kötve akkor a... Jaj, mi az a... Anime cucc. Comic-Con vagy... Nem. Holdfény valami volt régen, de most már... Jaj, mi a neve annak, basszus. Nekem sem fog eszembe. Tudom, miről beszélsz. Anime... Basszus, most ezt már nem akarom itt így hagyni.
Anime rendezvény. Mondokon, azaz. Na, az. Mondokonnal egybe. És akkor a lányok ott félsügetik ott a babák haját, meg a tököm, egyéb creepy stuff. És akkor ott még a Szefi megjelent, és puff, mindenki. Hát amúgy nekem is jó emlékeim vannak. Sok emberrel megismerkedtem, sok, sok olyan kapcsolat lett onnan, amiket úgy, úgy szeretek. Nem azt mondom, hogy feltétlen ápolok, mert annyira nem feltétlen, de vannak arcok, akiket, hát például ugye is téged is így ismertelek meg, hogy ott voltam. Ja. Egyébként tényleg, hogyha az Patrikot nincs... is így ismertem meg, ja. Mindegy, nagyon sok ember. Hogyha az nincs, meg. akkor is amúgy előbb-utóbb akadtunk volna valahol Playtházba, vagy mit tudom, az is milyen jó rendezvény. Ó, amúgy azok is milyen jók voltak. Nagyon komolyak gyerekek, voltak. Én ott, amikor hozták a koncepciót, először azon kezdtem gondolkozni, így basszus, hogy azt hiszem, hogy volt ez? 10 órát ott voltunk, nem? Bézének a viccei, bassz meg. Az agyad lesült de tőle. De hogy volt az, hogy reggel 10-től ment, ilyen 8-ig? Ott voltunk 8-ig, vagy valami ilyesmi, sokáig. És akkor live volt végig egy ilyen házban, igen. És akkor játék, meg ilyen programok, és egész nap be volt osztva. És emlékszem, hogy ezt mondták nekem először, hogy már kattogtam az, hogy ú, bassz meg, ez nagyon durva lesz. Hogy így mondom, ez nagyon sok lesz. Meg volt egy olyan csengés, hogy nehogy az legyen, hogy ilyen való világ flash. Én arra emlékszem, hogy azért óckodtunk tőle, hogy hát ja, de hogy izé. Óckodtunk tőle, de utólag én azt mondom, hogy az lett volna az igazán kemény, hogy még ott is alszunk. Az lett volna igazán. Nem értsétek be, nem a való világos, azért az erotikus. Azért az esti bevaszás, azért azt, ott lettek volna kemény szavak, hát, meg kemény mondatok. Figyelj, szerintem az úgy nagyon real lett volna. Ott lehet, nem. Hogy elestünk volna egy-két együttműködéstől, nem? Figyelj, akkor én már el voltam este jó párton, ne aggódj. Tehát az nekem az már, ott furcsáltam is, hogy Jézusom, ez még van ilyen, én hogy még itt... Én arra emlékszem. Volt ott egy olyan szituáció, hogy jöttek valamilyen biciklivel, ilyen szobabicikli, de valamilyen szponzorált tartalom volt, igen. És hallod, aha, előtte ebédeltünk, Guitar Hero, Burger, és mindenki rosszul lett, ahogy elkezdett ott biciklizni. A bicikli hajtotta a vonatot. Valami hát volt, vonatot. És nagyon szarul sikerült ez az egész, mert mindenki hány ingere volt utána, nem, mert igen, egyből ebéd igen, után történt. Igen, mert a Viktor fogta magát, fölpattan, és elkezdte izomból csumázni. Én arra emlékszem. Jó, Viktor, effektíve... De igen, de ő elkezdte nagyon keményen, és kb. Így ő majdnem, rosszul, nem? Így van, majdnem infarktusba volt ott, feküdt ott a földön, meg minden baj volt. Azért lett az annyira ott szar. Na, és akkor gondolj bele, hogy milyen lehetett ez a szponzorát tartani, hogy bejönnek oda, és akkor a gyerek meg ott fekszik feltett lábbal. Minden baja van Csórinak. Jó volt az de tényleg. Az nagyon jó volt, tényleg, rohadt jó volt az egész megcsinálva, jó volt végig, hogy ott jöttek be, hogy oda tudtak menni, és akkor nézni, hogy elképzeltem azt, hogy én lennék az ő helyükben, hogy így nézném azt, hogy ott van valami, és wow, hogy picit olyan feeling lehetett amúgy, mint nekem volt annó, hogy a Kamponába elmentünk, és akkor azt akartad mondani, hogy palikék a liftből nyomták az adást. És akkor így ott voltam, hogy úristen, hogy ők most a tévébe megy ott, és közben látom, és ilyenek voltak, de más világ volt nagyon, de ez ilyen hasonló feeling lehetett szerintem. De az tényleg rohadt jó volt. Voltak jó dolgok ebben az egészben. Zsolti, szerintem igazából van valami, amiről hol találkozhatnak most végül is veled a nézők amúgy? Mert ugye most elmondtuk ezt a három csatornát. Gyöngyösen a PC bázisban. Az üzletben. PC bázisban. Az üzletben fellelnek. 8-tól 5-ig srácok, bármelyik hétköznap, nem? Nagyon szereti egész nap a társaságot. Igen, PC imádom. Bázis, be lehet menni, lehet vele beszélgetni, egyébként borzasztóan segítőként. Beosztását letesszük az infoboxba. Beosztását letesszük, a címét, a lakásának a címét szintén megtaláljátok majd ott. Így van. Oda is nyugodtan este. A jelszavait is természetesen. Hogyha nem 8-tól 5-ig... Igen? Egyébként egy csomó arcnak elmondtam már, egy csomó mindent, akik bejöttek. Még olyan terveket is, amiket most itt direkt nem mondtam. Tehát pont a csatornával kapcsolatban. Egy-két arccal ugye elbeszélgettem komolyabban, és még arra is esély van, hogy elmondok ezt, az, de nem amúgy. Most már biztos, hogy nem. Most már biztos, hogy nem. Holnap mész, hallott, tele lesz az egész. Ott meg lehet, ott van a humboxingon, mondom, tervezek sokkal sűrűbben tartalmakat. Az Emery Pack, az nem tudom, az annyira nem. Én hogy tanácsoltok valamit, hogyha elfogadsz egy tanácsot, bocsánat, igen? De ha nem fogadod, akkor is elmondom, leszarom. Igen? Hogy
én az MRI vonalat mindenképpen megtartanám egy ilyen úgymond ilyen Joker kártyának, hogy éppen nincs mit, vagy ha kedved, mert biztos van kedved hozzá még, mert azért az nagyon jó volt, meg ilyenkor az embernek van egy ilyen kötődése, hogy mi az, ami nagyon ment régen. És amúgy az emberek szeretik az ilyen nosztalgikus tartalmakat. Nem azt, hogy arra építeni tovább, de hogy néha bedobni, mit tudom, évente egyet vagy kettőt, tudod, így bedobod, és ez egy ilyen kurva jó plusz pont szerintem. Úgyhogy én azt nem engedném el teljesen, csak hát te mondtad magad is, ugye nekem azt, hogy elég nehéz már, mert már minden országnak a... Hát beszerezni nehéz, nagyon basszus. Kurva drága. Tehát mondom, az orosz csomag is valami 80-70 ezer forint, nagyon drága volt. Ja. Mire idejött, akkor az orosz űrhajós kaja az több, mint egy százas volt. Tehát akkor tudok általában ilyen kontentet csinálni, hogyha valamilyen csomaghoz megfizethető áron hozzájutok. Tehát ennyit nem tudok belefektetni egy videóba sajnos. Bevágom. Nem tehetem meg. Ha megtehetném, akkor egyébként valószínűleg sokkal több ilyen MRI pekkes kóstoló lenne. De az a baj, hogy a lerágott csontot meg nem akarom. Tehát az amerikai paj pakkokból már annyi volt, a franciából, akkor a magyarból is több. Tehát, hogy ugyanazokat szerintem már semmi értelme nincs. Tök jó lenne más nemzetek előre összekészített ilyen kajáiból csinálgatni ilyen tartalmakat, csak kúra nehéz őket beszerezni. Amúgy egyébként erről akartok beszélni? Ez hogy indult? Ez egyébként jó sztori. Figyelj, én most ezzel kapcsolatban be akarok dobni egyet, mert elfelejtem, hogy amiatt még te csináltad volna az MRI-s videókat a YouTube-ra, én egyetlen egy helyen találkoztam MRI videóval, az pedig a Papica Bushcraft csatornája. Aha, és neked? Ennek okán egyébként tudom, hát ő polgármester lett az a csávó. És ő most polgármester, nem Kerepesen, valahol. Hanem igen. Valahol. Nagyon kemény. Hiányolják is a YouTube-ról az emberek. Az nagyon kemény, de ezt múltkor találkoztam vele, hogy ott a rosszabbul viselkedő cigány lakosságot hogy helyre rakja. Teszi rendbe a helyet, igen. Én is láttam. Mondom, és tudod, tök meglepődtem az arcán, mondom, ember, ez az erdőből ez pattant elő, hogy az. Ja. Igen, egyébként annak köszönhetően az ő videója is megugrott, nagyon, emlékszem. Igen, tehát nézték 5000 vagy pár ezer, megnézték azt a videót. Lehet, hogy többen ne haragudjon a Papica, hogyha én most ezt rosszul mondom, fogalmam sincs már, hogy mennyien nézték a videóját akkor, de arra emlékszem, hogy ugye feldobta ajánlatba, miután kikerültek ezek az MRI-s tartalmak, azt a videóját is, és akkor láttam, hogy elég komolyan megugrott a nézőszám emiatt neki is. Mm-hmm. Egyébként én először a Crazy Russian Hackernél láttam az MRI pack kóstolást, még ugye sok évvel ezelőtt, tehát 5-6 év, nem tudom, valahogy így, és akkor csak így kipattant a fejemből, hogy unboxingolja ő is, megkóstolja. Hát akkor menjen arra a csatornára. Csináljunk belőle egy videót. Én úgy voltam vele, hogy ez menni fog egy ilyen 10 ezres, 30-40 ezres megtekintés, kész cső. Tehát, hogy lesz belőle megtekintés. Nem is azért csináltam, hanem leginkább azért, mert kurvára kíváncsi voltam én is. Ugyanúgy, mint mindenki más, akik ugye, majd mindjárt mesélem tovább. És akkor nyilván már akkor nagyjából tisztában voltam a piac értékével egy-egy videónak, azzal, hogy ilyen együttműködésekkel bizonyos vállalkozók hogy járhatnak jól, hogy nem. És akkor, hát mondom, találtam pont egy webshopot, egy ilyen military shop volt a neten, és eléggé fapados volt ahhoz, hogy felvegyem velük a kapcsolatot telibe. Olyan volt a webshopjuk, hogy add meg a nevedet, meg a telefonszámodat, se címet, se semmit, és majd ők felhívnak. Aha. Hogyha rendelni akarsz. Mondom, jó, megadtam, és hívtak is. Hívott valami csaj, mondom, figyelj már, ott van a főnököd. Pont itt van, igen. Mondom, add már, légy szíves. És akkor mondtam neki, hogy szavasz, tudom én vagyok ez meg az. YouTube-ra kerül fel tartalom, adod a csomagot ingyen. Ennyi volt a deal. Nem akarok fizetni érte, mert neked ez jó reklám. És akkor egyszerűen nem értette az ember, hogy akkor most mi? Hova, milyen videó, neki ez miért jó, mondjuk tudod? Ez azért jogos, hogy hova, milyen videó, tehát azért... Jaj. És akkor mondtam, menjek már be személyesen. És egyébként kapóra jött, mert másnap mentem, vagy harmadnap Pestre. Mondom, jó, akkor bemegyek. Bementem, és képzeljétek el egy ilyen nagyon túlbozgó, nagyon pörgő embert, aki elkezdte ott nekem magyarázni valamilyen katonai emlékét, mert ő volt sorkatona, vagy mit tudom én. És akkor álltam, tudod, így néztem, hát mondom, én üzletelni jöttem, basszus, nem azért, hogy itt izé. Egy kicsit fura volt a szitu, de nyilván semmi gond nem volt. És akkor a végén mondta, hogy hát ő nem ad két csomagot, mert a kettőt akartam tudod kérni, ő csak egyet ad. Néztem rá, mondom, ember, nem bánod meg. Tehát, hogy biztos, hogy valamilyen reklámértéke lesz ennek, ne aggódj. És akkor nagy nehezen adott két csomagot, valami 3000 forintért árulta.
meg mit tudom én mennyi vette? Pár száz forinté, mindegy. Nem akart kettőt adni. 3000 forintos csomagot bereklámoztál. Ja, ja, és akkor kettőt adott, nagy nehezen. Mondom, jó, szuper. Mondom, figyelj, kikerül a videó, megnézik egy 10-20-30 ezeren. Jó lesz az neked. Megy a leírásba neked egy link a webshophoz. Vagy weboldalhoz, nem is webshop volt az, hanem egy ilyen szar. És... Gyerekek, hát nem felejtem el, mert nyilván nem fogom elfelejteni. Összevágtam az első ilyen anyagot, feltettem a YouTube-ra, publikáltam, egy nap alatt megnézték 100 000-en, vagy valami ilyesmi, kurva sokan. Hív másnap az ember, hogy te vagy az Isten király, világ császár, mert percenként csörög a telefon, nem bírjuk becsomagolni az anyagot, mert nincs annyi dobozunk, hogy el tudjuk küldeni, égnek a vonalak, tudod. Én megmondom, hát na, látod, bazd meg, nem akartál adni csak egy csomagot. És akkor az ember az ugye rá is kapott, tehát utána ilyen videó, olyan videó, és le is vagyunk fotózva egyébként egy, hát mint ez a stúdió kb. Nem kicsi, ez is, te látod mekkora ez a helység. Tehát ezt képzeld el telepakolva dobozokkal. Ennyit adtak el pár hónap alatt. Tehát milliókat keresett velem az ember. Nagyon felelőtlen voltál. Elképesztően ja. Na mindegy, fogalmam nem volt, hogy ez ekkorát fog menni. Figyelj, most bárhonnan megrendelhettem volna. De oké, de egy 3000 csomagért beteszel egy linket, hát becímkézted magad 3000 forintra. Dehogy is. Dehogy is. Hát de. De hát... hát ez már mikor volt? Ez nem, ez még akkor a márkák se voltak tisztában azzal nagyon sokan, főleg az ilyen kisvállalkozások, hogy ez miről is szól pontosan. Nem volt az olyan régen, Zsolti. Lefej utána volt izé. Lefej utána volt együttműködésem vele, akkor már elkértem az árát. Uh-huh. Tehát nem volt ezzel gondolkodtál utána. 2017 az első. Nem volt az olyan régen. Basszus, én is azt mondom, hogy régebben voltam úgy. Hát szerintem akkoriban, mit tudom én, egy kis vállalkozás, mint például ez, tehát nem egy franchise, meg nem egy Coca-Cola, meg nem egy Pepsi, meg nem akikkel akkor lehetett dolgozni, Lace, meg mit tudom én. Nekik, főleg ennek az arcnak, akinek fogalma nem volt arról, hogy most miről is szól ez, mi az a YouTube, mi az a influencer marketing, meg bármi, nem volt ezzel semmi probléma. Utána volt még 4-5 ilyen, hát 4-5 nem, azt hiszem, vagy 3 videó, ahol megfizette az árát az öreg azért. Szóval az első, csak úgy mondom nektek, ez 3,056,000 megtekintésen van. Ja. Szóval nem volt még akkor annyira elterjedt kicsiknél ez a dolog, hogy miért, meg ja, hogy ez a honlap, ez azóta ilyen. Ez azóta ugyanolyan. Azóta olyan, persze, tehát hogy ez a... Kb. Egy ilyen adatbázis, vagy nem is tudom. Brutális. Wikipédia, igen. Ja, és emlékszem utána egy évre, vagy nem tudom mikor voltam fönt beszélgetni vele, de akkor nem amiatt nem videós dolog. És mesélte, hogy a konkurencia is felkereste, hogy megköszönjék, hogy izé. Wow. Összeállt velem, mert hogy nekik is megindult a bolt akkor az Emery-re. Erre te nagyon-nagyon jól rákaptál. Ez nagyon-nagyon fogalmam nem volt, hogy mi lesz akkor. Tehát ez nem tudom, sokan nem tudtak róla semmit, és ez nagyon-nagyon nagyot ment, emlékszem. Ja. És rengeteg bört le tudtál róla húzni. Mármint ezt nem negatív értelemben mondom, de érted, tehát rengeteg tartalmat adott neked ez a téma, kurva sokat. Ja. Igen. De egyébként nagyon élveztem, meg örülök neki, hogy így alakult. Azért azok a kontentek is elég erősek lettek, amikor azával meg veled kóstoltuk. az eleje, a mai napig az is. Az eleje, azt imádom, azt a bookfencot, meg az a zene, igen. Kurva jó. Azért csinálta, vagy küldte, hogy ez jó lesz hozzá alapok, azok a zenék. Volt másik ilyen is, amikor a Chris Lawyer volt, Kisimi volt vendég, meg Szalai Bence. Úgyhogy jók voltak ezek, én nagyon szerettem őket. Mondom, fogalmam nem volt, hogy majd akkor. Még a izébe is elhívtak, emlékszem, a reggeli RTL. Tényleg? És el is mentél? Ja, elmentem. Wow, ott volt egy ilyen csomag, és akkor kóstolgatták. Kérdezgették, hogy akkor ez hogy van, tudod? Hát mondom,
így. Kibontod és megkóstolod. Meg kellett lavagolni. Nem, amúgy ebben az egészben szerintem az volt és a... És erre felült mindenki. Tehát utána persze. Nagyon sokan. Tehát ebben mindenki... az egészben az volt a nagy megfejtés szerintem, hogy egy az, hogy sok esetben olyan kaják, amik amúgy extrák, főleg az amcsi. Tehát az ilyen kis sajtszósz, ja. Meg a takó, meg a tököm tudja. De közben igen. Van benne egy kis elfoglaltság, egy kis DIY, egy kis izé, hogy akkor te magad kicsomagod, és akkor magad pakolod bele, akkor összehajtogatni azt a szart, ami melegíted, és akkor kész lesz ott magától. Szóval volt benne egy ilyen varázs az egészben, szerintem az vitt el nagyon az, a cuccot. Igen. De hát az a videó, amikor a franciát kóstolod ember, és az a sajt, ami abban a konzervben van, én azt mai napig néha hát... így mondom, úristen, az milyen finom lehet, hogy itt ülök ott, hogy úristen, milyen jó lehet. jobb volt, mint amit a izén kóstoltunk a parapognál, hát az epoász sajt, hogy melyik volt az a büdös sajt. Hú, faszi. De nem csak az, hanem az a francia, azon azt látom, vagy úgy tudom elképzelni, hogy az kb. Így az über áll lesz az összes közül. Mert a magyar az, hú, amit mi kóstoltunk ott a Mátrában, tesó, Isten, az nagyon kemény volt, az. Nagyot ment. Az, jó volt igen, nagyon mert, az is. Mert nekünk már a, Patrik, nekünk már nem a jót hozta, nem csak az ilyen maradékgazdiságot, tudod? Igen. Tehát az a, fú, figyelj, nem, ez nem, nagyon hát paradicsomos. Annak az volt a, tudom. Az volt a témája, a magyar csomag. Tudom. Mindenki magyar. Tehát nekem is magyar volt, neked is, meg ugye az Azának is. Igen, tudom. Ja. De az, jó volt. Ez jó volt, ja. Szóval mondom, nem, én a helyedben ezt tartanám, én biztos nem engedném el, mert ez olyan szinten szerintem ezzel köt össze a legtöbb ember téged ma a neten. Az előbb meg azt mondtad a játékokkal. Igen, a kor rajongó bázisod emberei, ők szerintem a végigjátszások, de úgy, hogyha az átlag embert nézzük, aki videókat néz, nem csak téged, hanem többet, és azt mondom nekik, hogy Kovács Zsolti vagy Humboxing, vagy valami, egyből emeri. Tehát azért mondom, hogy nem mindegy, hogy melyik tömeget nézzük, vagy melyik bázist nézzük. Ja, értem. Úgyhogy én ezt semmiképpen sem engedném, mert én lehet, hogy megpróbálnám kombózni, hogy akkor ezt hogyan lehet tovább turbózni mondjuk a konyhában, érted, hogy mit tudsz belőle kreatívkodni, hogy ne csak azt használd fel. Én ilyeneket simán belelátnék szerintem. Elhívni akár embert rá, nem magamra gondolok, bárkit, akit akarsz, és akkor együtt csinálni valamit. Vacsora csata emeri, mit tudom én, valamiket, érted? Olyanokat lehet ezzel bóckodni. 24 óráig csak emeri pekkötettem. Simán, tesó. Meg fogod bánni, de 24 óráig csak háromszor csomagot egy 24 nap. 24 óráig az IKEA-ban csak emeri pekkötettem. Ja, így. Igen, bezárva. Bezárva egy emeri pekbe. Hát, ja, ezekből is lesz azért rendesen elegem, tehát az ilyen dolgokból. Szóval biztos, hogy lesz amúgy. Ha hozzájutok valamihez, ami még nem volt. Hát egy szóval a csávónak, hogy csináltál neki egy csomó pénzt, hogy tessék akkor most hozzá innen, onnan, nem ja, onnan. Hát ő nem fog szerezni. Szerintem ő azoktól szerzi olcsón, akiktől eddig is szerezte ezeket, meg ahogy nézem, amúgy nézem, hogy nem is lehet már kapni nála. Meg mellett, hogy nem is lehet kapni, ja. Tehát itt a menüben régen itt volt ilyen, hogy MRI, meg valami. Most már nem is nagyon látok ilyet. Tehát most már csak ruházatok vannak, kiegészítők, sátrak. Lehet, hogy jött valami jogszabály, aztán most már egyáltalán nem is lehet. Igen. Hát emlékszem, hogy volt valami oldal még, nem ők, akik megkerestek, hogy reklámozzam őket, ilyen emeri pekkes videóval, mert ők is elkezdték forgalmazni online, és karácsonyi időszak volt, kikerült az anyag, és emlékszem rá, másnap, ugye amikor kim volt az anyag, már rá egy 3-4 órára olyan kommentek jöttek, hogy nincsen a webshopba, nem tudok már rendelni. Tehát, hogy gondoljatok bele, hogy akkor is mennyit megvettek. Ja. Biztos nem úgy készültek, hogy 100 darab, hanem sokkal több. És valami pár óra alatt, basszus, jöttek már azok a kommentek, hogy nem tudok rendelni, mert már fogyott. És akkor jött a komment tőlük, akik a webshopot csinálják, hogy kiraktam oda, kitűztem, tudod, hogy kis türelmet kérünk, izé, lesz, meg minden, passzom. Úgyhogy, ja, durva, mert valahol ugye úgy volt beárazva ez, hogy még úgy megfizethető, tudod, nem arra, nem azt mondtad, hogy most itt van egy 30 ezeres csomag, amit meg kell venni, és akkor ki tudod próbálni, hanem ilyen 3-5 ezer forintig. Elérhető volt, nagyon. Ja. És akkor a gyerekek, meg aztán biztos, meg nem csak gyerekek, biztos középkorúak is, meg idősebbek, azonnal rárepültek. Hát meg most egy összevetett például azzal, amit mi csináltunk ugye a Patrikkal. Mi például ugye a kaja szinten a snack kóstolásokkal durrantottunk úgymond relatíve nagyot magunkhoz képest annó. Aha, és igen, ott azért érted, ott mit tudom én, egy tököm chips kerül annyiba, mint itt egy egész Pemery Pack. Tehát, hogy arányaiban tényleg ez nyilván sokkal jobban tudott menni. Mert ott olyanok voltak, de ott is amúgy a Pali,
akitől én hoztam el, az meg a Tejpékáru kávé Tigrocery Store. Mai napig ez a neve a boltnak, öcsém. Bocsánat, csak mondom közben, hogy lemerült a kamerám. Wow! Áthúzta az izét, és mondom, inkább lenyomom, nehogy az legyen, mint múltkor neked, hogy nem... Mióta beszélgetünk? Ja persze, 2 órája. Jó, úgyhogy csak very mondom. Nice. Jó. Ilyen se történt még. No. Amúgy szerintem a snacket ti kezdtétek el. Micsodát, a snacket, én nekem, a snacket, nekem olyan emlékeim azt... vannak, hogy a snack videókat azokat ti kezdtétek el csinálni. Igen, de... Ja, egész sok mindent elkezdtünk mi. Amúgy így. Relatíve. De azt, nem az, szoktuk az már biztos... izélni, mert már azt is gáz mondani, hogyha izé... Mert nekünk régen azért úgy fájt sok minden, amikor úgy kitettünk nem, az valamit, volt, az volt, ment az volt egy milliót, és hirtelen ja, más is csinálta. Az volt a készrőhely, hogy még a címet se írták át. Tehát, hogy konkrétan tényleg ez a szerintem kb. Ctrl-C-vel kimásolta a címet, tudod, ez egy kóstolás izé... Meg volt tehát, pár hogy... ilyen. Én mindig úgy voltam ezzel, hogy igazából az emberek nagy része úgyis hozzátok fogja kötni, meg hozzám köti az emerit is. Tehát mindig leszartam azt az egészet, hogy... Hát jó, egyébként régen ez nem így működött. Régen az volt, hogy emlékszem, csináltunk snack kóstolást, 2-3-at, majd mindenki csinált, szó szerint szinte mindenki. Ja, és utána a negyediket, mi? Amikor megcsináltuk, hogy jaj, hát ilyen sablonos szart csináltok csak. Tehát az a baj, hogy a... Ja, hogy a jöttek a igen, kommentek. Igen, az a baj, hogy elinflálja az ötletedet. Abszolút. Tehát, hogy kirakod, és akkor jön a több, és utána jaj, hát ezt kb. Volt olyan komment is, hogy jaj, hát ezt a mit tudom én, kitől loptátok ezt, és így haver. Tudod, mint a lakáscsere is olyan volt. Utána már kutyától kezdve minden szaros bugyit is cseréltek az emberek a YouTube-on. Tehát... Ja, Jézusom, tényleg. Igen. Na mindegy, úgyhogy ezek ilyen szempontból szar dolgok csak, tudod? Tehát, hogy még az még nekem amúgy egy picikét úgy, hogy mondjam, tompítja ezt az effektet, hogyha az elején megadja a kreditet, tudod, elmondja azt, hogy láttam... De miért adnám, mert amúgy meg hivatalosan... De most már, figyelj, a mai világban sokkal gyakoribb az, hogy adnak kreditet. Igen. Tényleg, persze, hogy láttam itt, láttam ott, ennél egyébként idén. Én is ezt látom. Tehát ma már egy picikét, főleg szerintem ez abból is adódik egyébként, hogy magyar zenét is sokkal jobban fogyasztunk, és a magyar zenészeknél is sokkal jobban átjön ez. Például, hogyha megnézitek a Beton Hoffinak csak a Síkideg podcast beszélgetését, ott is, hogy össze-vissza, hogyha mond valamit, akkor mondja azt, hogy kreditet adom ennek, annak, amannak. Tehát valahogy most már egy más világot élünk ebben. Uh-huh. Jobban tisztelik talán az emberek, vagy a mai generáció a másik munkáját, és akkor úgy van vele, hogy nekem ez teljes, akkor transzparensebbek lehet egy picit, nem tudom. De... Ilyesmi. De ja. Úgyhogy... Nekem is volt ilyen. Emeripekkes idő elején elmondták, hogy hol látták. Azaz. Sejtettem, hogy volt ilyen. Igen. Azért mondom. És az egy picit úgy tompít rajta. Mert akkor tisztában van rakva, hogy mi van, de utána meg... De nekem volt ilyen amúgy. Volt már, hogy mondjam el gyorsan. Mondjad. Nem fog eszembe jutni a neve amúgy. Már most Minecraft-ot streamel, meg videózik. Jóha. Aki ilyen taknyot, ez a... Hogy hívják? Jánosi Gergő. Hogy hívják? Slime. Az. Slime. Úgy kezdte a Pali, és csinált egy videót, azt hiszem a francia csomagból, miután én is csináltam. Aha. Valahogy így volt. És írkálták neki ott kommentbe, hogy ugye ezt én csinálom, vagy csináltam, tudod. Igen. És elkezdett ott a komment szekcióba hadakozni, hogy ő neki fogalma sincs arról, hogy én ki vagyok. És ez a legjobb. És találkoztam vele egy Péter, és oda mentem, hogy szia, én vagyok az a srác, aki a humboxingra csinálja, vagy csinálgatott ilyen videókat. Ja, én meg AJ. Nem jó, szevasz. Mi volt olyan hangod, mint Patriknak? Amúgy tök ugyanolyan volt, bazzeg. Nem. Én nem hallottam. Bocsánat, Patrik, ne haragudj. Hát most... Úgyhogy, ja, volt ilyen. Ja. Na, mindegy is, srácok, viszont szerintem most a tényleg lassan lelőjük a podcastet, mert Patrik is az már túl, mert így van, ennyi, még tök jól tartja magát kivételesen. De neked izé aksid van most, aksim van, igen. Jó, csak nem is melegedett túl, tudod, az is érdekes, pedig 4K-ba veszem, tesó. Érdekes. Köszönjük szépen a figyelmet, srácok. Zsolti, nagyon köszönöm. Thank you. Köszönjük, hogy eljöttél és időt szántál a kis podcastünkre. És most belenéztem a kikapcsolt kamerába, de mindegy. A legnagyobb sikert kívánjuk neked a... Ennek volt értelme? Sikeres visszatérést kívánunk neked pontosabban. Habár nem mondtad, hogy visszatérsz. De, azt mondod, hogy vannak tervek. Hát de az... Vannak terveim egyébként, de hát igen. Az, hogyha kimegy a gameplayre vagy bárhova egy videó, az visszatérés. Tehát nem biztos, hogy... Te nem biztos, hogy az a terve. Lehet egész más a terve, csak... Vannak lehet, tervek. Akkor figyelj, a kripto streamelés szektorban lehet. Sok sikert kívánunk, tehát hogy köszönöm szépen. Gondolom ez lesz, vagy a OnlyFans, ugye, amit mondtál, ez lehet még. Én az utóbbit ajánlom, igen.
Igen. Igen, igen. Na, úgyhogy srácok, nagyon szépen köszönjük, kellemes hétvégét nektek még továbbra is, ugye mára szombat meg van. Holnapra, így van, jó pihenést, jövő és szombaton érkezik az újabb podcast, aminek fogalmunk sincs, hogy mi lesz a témája. Igen. Majd még eldől addig. Play úgyhogy... it live. Tulajdonképpen, mert hogy Jézusom, tényleg. Ja, oh, Play-t elleszteti. Wow. Onnan bejelentkezünk élőben. Hol lesz most a Play-t? Győr. Győrben. Győr. Let's go, guys. Let's go. Érdekes lesz. Na, köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok. Jó étvégét. Hello. Sziasztok.